csap feled habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyek, a rabban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel. Ajjaj. Megnézzük, még szokjuk. Jó reggelt kívánunk. Hello, Jani! Hello, Feri! Hello! Hát jó reggelt! Biztos a füleddel van. Lehet, hogy a fülemmel van. Hú, de régen hallottam ezt a füleddel van baj, biztos, édes fiam. Biztos, nem mostál fület, tudod, aha, az mindig így volt. Nem mostad ki. Mosasd ki a füledet, ha nem hallod. Na, gyere ki a táblához. Úristen, mennyire rettenetesen nyomasztóak voltak ezek a mondatok. Igen, nem szerettem. Na, gyere ki a táblához. Hol a zsű? Elment? Hát, ha elszóltál, azt mondta, hogy ezt nem csinálja tovább. Jó, így láttam, még megcsillan egy könycsepet a szemébe. Visszögve behúzódott az egyik sarokba. Kiszaladt a női WC-be zakogni. Még halljuk, ahogy magára zárja az ajtót. Miért kell így beszélni velem? Hüpögte a kis Zsül. Igen, miért válsz így? Hát, ez van az. Te is halljátok? Persze. A hangodat? Hogy ne hallanál? Nem az, hanem, hogy ilyen... Igen, azt mondom, az van, igen, most már megszokom, balról a második, jobbról a második, kell óra délre állítani. Dél? Dél, persze, jó. Igen. Na most jó. Ezt állítsa. Ugye, ugye? De akkor miért nem teszel ott rá? Vagy ott nem, más a kettő. Hangerő? Igen. Aha. Na mindegy. Jó van, mi újság? Volt eső? Nem hát volt eső? Is meg vagyunk. Azt mondja, hogy nem. Képzeljétek el, nem. Tegnap kicsit nem volt. Délután, igen. De egyébként semmi extra, vagyunk be őszintén, az elmúlt napok ilyen zivatos időjáráshoz képest szerintem tegnap azért megúszós volt. A szó átvitt értelmében. Ma meg már azt mondják, hogy jó időnk lesz. A hétvégétől kezdve meg gyakorlatilag visszajön a nyár. Nagyon jó. Viszont a második János Pál Pápa utcai metró megállónál sajnos bezárták a Szabadstrandot. Nincs igazán humora a BKK-ra. Egyszer nem értem, hogy miért nem engedik. Tudták, tehát hogy nem igaz, hogy eddig nem szúrták ki, nem látták, de most, hogy elkezdtek róla írni, most, hogy megszellőztette a sajtó. Persze, most innentől kezdve akkor tiltva van a fürdőzés. Jó, amúgy persze, tehát hogy nem volt biztos balesetveszélytelen, meg hogy azért nem arra találtak ki azt a metró aluljárót, pontosabban a tetejét, hogy az emberek csúszkáljanak róla, de azért mit tudom én, igen. Eddig nem vették észre, mert érted, a BKK a metró aluljárót nézi, nem a metró aluljáró tetejét. Ja, azt hittik, hogy azért sivalkodnak a gyerekek, mert örülnek az új metrónak. De, hogy milyen szép, jó, édes apa, nézd. És ők lent nézték, ott rend volt, ugye? És akkor most elkezdték megírni, hogy a tetején viszont fürdőznek, most már tudnak lépni. Ennyi. Ilyen tök egyszerű. Igen, de nagyon bírom őket, akik felmentek oda csúszdázni. Hogy fedezik fel? Halljuk be, őszintén vagány. Nagyon vagány, egyébként tényleg. Meg hogy amikor a terveket készítik, akkor a tervező mérnöknek, építésznek így nem tűnik fel. Tehát, hogy ránéz, és így felülről, és akkor, fie srác, gyere majd így, nézd már meg. Hallott, ez nem emlékeztet rohadtul egy akvaparkra? Mármint mi? Hát basszunk már meg. Kicsinek, de olyan. Kicsinek, de ez úgy néz ki, egy akvapark. Igen, fölmegy és csúszdázik. És bezárták, vagy csak felszólították őket, hogy ne csúszdázzanak? Csak felszólították, mert bezárni nem tudják, nem? Tilos! Mondták, azzal ijeszgetik őket, ami szerint lehet, hogy kamú, hogy ember ártamos vegyszerrel kezelik a szökőkutat. Aha. Igen, igen. Szerintem ez egyébként annyira nem. Mert egy kicsit klórtablettázzák, nem? Uh-huh. Inkább az, hogy ne menjél oda, valamit mondani kell, hogy ne menjél oda föl. Ha valakinek egy pici üzleti vénája lenne, azonnal megcsinálná egyébként rendesre. Igen. Nem? Ezt a részt. Igen. De csúszda lenne ott, és akkor mit lehetne egy százas belépője szednéd napra? Kezeljék akkor bőrbarát anyagokkal, nem? Így is van. Ennyi. És akkor hadd lehessen, hogy csúszdázni, oda tudsz menni metróval, tehát milyen, mekkora reklámértéke van. Igen. Érted? Az egyetlen olyan csúszdapark, ami a metró vonalán helyezkedik el. Igen. Mondjuk nehezen lehetne így összekötni a két dolgot egymáshoz, hogy második János Pál Pápa akvapark, mert hogy ugye én nem tudom, hogy Karol Vojtilának volt-e valami köze a vízisportokhoz, azt tudom, hogy labdarúgó volt, tehát hogy a focit szerette. Egyébként simán lehet. És nem? Jézus járt a vízen.
Aj, nem rossz. Na? Nem rossz. Hát menjünk el. Ez egy jó árukapcsolás. Ugye? Tényleg. Tessék. Halászni is halászott előszeretettel. Mind, hát egy csomó ilyen sztori van a Bibliában. Meg ott van Jónás, ott van a szétválasztása a tengernek. Így hát van. Mit akarsz még? Hát tök jó. Na. Jó, mondjuk az nem volt jó sztori egyiptomi szempontból. Az igaz, ez igaz, így van, de hát azért mégiscsak benne van a Bibliában, az a pápához csak közel áll. Aha, hát tessék, meg is van az ideológia. Van, kész nem, vagyunk. Ez van. Mondjuk én olyan nagyon sok rosszat nem akarok mondani a BKK-ról sem, meg a BKV-ról sem, mert hogy ugye mennem kell befizetnem, lejár a 48 órás mandátumon. Hát de odaérek, mert hogy elköszönök tőletek szíves engedelmetekkel a Best of előtt. Nem menj már, tíz, de próbálj de, már. De nem. De most miért a 11-re érsz? Nem, 10-25 rá van ja, írva. Nem fogják így nézni, hogy most... Kifizeted? De most őszint. Akkor ki? Na, ki 16 ezer forint. Kifizeti. Tényleg? Aha. Akkor nem, akkor maradok. Akkor maradok 10-ig. Ha most ezért szóvá teszik, hogy 10-25-kor járt le, és te 10-40-re érsz oda, akkor azt én kifizetem neked. De na. Akkor hétfőn abból nagyon nagy balhét csinálunk. Na, jó van. Jó. Én na, ez így nekem tetszik, meg kalandos is. Akkor a 48 óra, az tényleg 10-25-kor lejár. Igaza van a Jánosnak. Figyelj, megvan a kalandom péntekre. Én benne vagyok. Szerintem... Csináltunk egy ilyen kísérletet, hogy mennyi a tűrés, hogy mennyi a tolerancia. Szerintem nem így nézik, hogy 48 óra, tehát nem úgy nézik, hanem hogy két nap, tehát naptári napon belül két nap, ami azt jelenti, hogy te elmehettél volna tegnap, meg elmehettél volna ma. A hétfőn már nem. Nem 48 órát néznek, hogy két 10 óra 20... mondanak. Na, hát az nem azt jelenti, hogy 10 óra 20. Hát akkor nyugodtan maradjál. De akkor miért írta rá? Ja, csak olyan, mit tudom. Hát rá kell írni, hogy mikor. De ez nem azt jelenti, hogy neked 10 óra 20-ra ott kellene, és ha 10 óra 21-kor beblokkolják az órát, akkor Akácfa utca is. Vagy ha hosszabb a sor egy kicsit. Az azt két naptári napon belül, tehát elmehettél volna, ha tegnap előtt büntettek, tegnap mehettél volna, meg ma még nyilván pénztár zárásig, vagyis délután, mit tudom én, péntek van, biztos előbb zárnak, megy siet mindenki a családjához, akkor még 3-ig vagy 4-ig. Jó. Tehát nem azt jelenti, hogy 10 óra 20-ra, 10 óra 20-ig. Ez nem egy izé. Csináljuk azt, hogy nekem ugye a két rugat ezt így is úgyis be kell fizetnem, akár odaérek, akár na. Nem, akkor 14-et kell csak beleadnod. Ha? Na, mert hogyha kifizetetik velem a 16-ot. Nem fogják. Nem? Á, nem. Meglátjuk. Na, muszáj nekik naptári napot nézni, hiszen lehet, hogy valaki dolgozik, és csak előbb tud eljönni a munkahelyről, de az délután van, hát nem tudsz odaérni. Két naptári napon belül úgy, hogy ha 10 óra 20-kor büntettek meg szerdán, akkor pénteken 10 óra 20-ig odaérjél. Ha belegondolsz, akkor tulajdonképpen hát az nem is teljes két nap. Illetve hát teljes kettő, két csak nap, csak igen. Sok benne az éjszaka. Meglátjuk. Akkor nagyon nagy baj. Biztos már, majd hogy hívják? Akkor nagyon-nagyon. Majd kereshetik a nagyítóval az arcomon a csalódottságot. Azt mondja, sajnos lehet 16 ezer lesz. Neked. Jól van, Bari. Jól van, Bari. Meglátjuk. Tényleg kíváncsi vagyok rá, hogy... Mit mondták neked a büntetésnél? Nagyon udvarias, nagyon kedvesek voltak, igazából nem mondtak semmit. Csak annyit, amennyi, hogy menjek el, 2000 forint, ha két napon belül bemutatom. Ugye, az Akácfa utcában egyébként meg 8000 forint helyszíni bírság lenne, egyébként meg, ha csekken, akkor 16 ezer, elmondták a kötelező köröket. És de ahogy arra mit mondtak, hogy két naptári napon belül menj be az Akácfába? Az van, hogy két munkanap. Akkor tehát, meg vagyunk. Meghatározom. Jó, meg vagyunk. Meg vagyunk. Jó, kész vagyunk. Okay. Ezt is elintéztük. Meg ezt engedd el, dőj hátra, így állj, kávét edd meg az uborkás szemücsöt. Ezt terveztem egyébként, függetlenül attól, hogy megbüntet nekem, vagy sem. Kész, meg ez megvan, ez most van, ez zsebbe van, meg vagyunk. Akkor jó. Megérkeztünk. Ez nem, állom neked, tényleg. Jó. Jó? Jó, én kíváncsi is vagyok rá egyébként, mert szerintem ez egy hasznos információ lehet mindazoknak, akik hasonló cipőben járnak majd, mint én a közeljövőben, és biztos lesznek még néhányan, akik bemutatásra szorulnak. Mi nagy tömeg előtt büntettek, meg kellemetlen volt, jöttek, mentek, néztek. Nem, ez az. Kicsit olyan volt az egész, mint hogyha miattam vonult volna fel a szerv. Tudták. Igen, hogy felszálltak, és a többiekkel nem is nagyon foglalkoztak. Valahogy én voltam az, akit kiszúrtak. Ott egy kis iskolás. Ott egy kis iskolás, mit csinál ilyenkor? Igen. Mit csinál ilyenkor itt egy kis iskolás? Hol az iskolatáskája? Így van. Biztos lógna. Csapjunk le rá. Úgyhogy mondom, ez volt. A másik jó hír pedig, hogy nem kell, nem tudom, feltüntenek, nem kell kidobnunk egy régi, kedves mesét, amivel nagyon sokan példáloztak annak idején, és nagyon sokan példaképpen állították elénk a főszereplőt, a személyiségünk, a jellemünk, a lelkifejlődésünk szempontjából. Csak majd jövő januártól kell a mesét megválnunk, ez pedig az a mese, ami arról szól, hogy a királylány annyira szerette az édesapját, mint az emberek a sót. Mert hogy ugye szeptemberből lépett volna az új közétkeztetési rendelet érvénybe, aminek az egyik passzus arról szól, hogy csökkentsük ugye a só mennyiséget, és hogy tüntessük el a sót, mint az új devilt az asztalokról. Csak januártól kell majd ezzel foglalkozni, mert hogy időt kértek a közétkeztetésben dolgozók,
És azt mondják, hogy akkor majd csak januártól. De mire, mert, mire kell az idő, hogy beleborítod azt az egy kanál, vagy azt én sem értem, hogy fokozatosan nem lehet ezeket a rendeletben foglalt passzusokat így bevezetni, de nem is ez a lényeg, igazából szerintem az, hogy innentől kezdve azzal a mesével nem jöhetsz elő. Jaj, hogy szerette az a királylány az édesapját, mint az emberek a sót. De apa, hogy gyűlölte, azt akarta, hogy korai szívhal vigye el a fatert. De kevés jó kezdeményezésről hallani mostában Magyarországon. Főleg így, ami érintett például, vagy érintett minket, vagy a gyerekeket, de ez egy jó dolog lenne. De most akkor nem lesz szeptembertől? Nem. Ne zsír, cukrot, nem sót szabáljanak a gyerekek, hát szegények? Igen, haladékot a kértek. A show business biztos még beleszólt. Aha, a show mafia. Aha. Mire nem tudnak átállni? Arra, hogy arra, hogy kevesebb sót tegyen bele? Hát érted, ezt, na, hogy beleöntöd, vagy nem öntöd bele. Vagy hogy ne zsírral főzzünk, hanem mondjuk használjunk olívaolajat, vagy napra forgott, nem annyira jó, de jobb, mint ha mondjuk zsírral főznénk. Vagy mire kell átállni? Nehéz, nehéz a kérdés. Vagy kevesebb édesség legyen? Tehát recepteket cserélni? Lehet, hogy ugye a show az hosszú ideig eláll, tehát ezt még tavasszal megvette a közékeztetés, az egész évi show. Soha nem fogy el. Berendeltek, igen, romániai showbányákból még berendeltek. Akkor... Amilyen telek mostanában vannak, soha nem tudjuk elsózni a járdát. Lehet, hogy ez lehet az oka. Mert az lenne, már csak egy ilyen menekülési útvonal, hogyha tényleg a járdákat sóznák vele. Pont tegnap mentem a Beniért az oviba, és néztem, hogy mit teszik az egész héten, hát nem voltam nyugodt. Miket találtál? Hát, milánói makaron, bolonyai. Na hát, ha jó van az elkészítve, akkor kell káposzta főzelék, lebbencs leves. Jó ide, jó. Öreg lebbencs. De fincsi az. De egyébként, hát, szilvás gombóc volt. Nem gáz az. Ez nem annyira rossz, nem gáz. Most, hogy mondom. Szerintem, a párosítás. Igen. Most így próbáltam is, hogy fogászta. A saját ízlésem szerint néztem, igen, meg, hogy mennyi szénhidrátot teszik, hogy mennyi cukrot, vagy esznek főzeléket, vagy rostot, így próbáltam megnézni. Hogyha jól van a párosítva dolog, akkor az sem, hogyha a bolonyai mellé van a szilvás gombóc, akkor azt mondom, az erős túlzás, igen, csak ha hétvégén nem eszik a gyerek, akkor semmit, akkor jó, mondjuk hétvégén kihúzza vele. Szerintem nincs baj, inkább az, hogy adnak egy gyümölcsöt mellé. Hogy az volt, fél barna kenyeret esznek, annak úgy örültem. Tessék. Mikor a lebbencs, nem is a húsleves cérna metélt el, azt így láttam magam előtt. Tudod, az átlátszó ilyen... Három cérna metél dúszik benne. Átlátszó, hogy volt a mikorunkban. De hát aztán lehet, hogy itt most tök jót kapnak. Nem tudom, hogy ki hozza nekik. Ami 9. kerületi cég egyébként. Csak így én mindig végigolvastam az egész menüt, és mindig elképzeltem, hogy hogy nézett ki az én gyerekkoromban. Hát a paradicsomos káposzta, azzal a darab ilyen szára, az emlékeztek arra, ilyen húsdarabbal adták mindig, de valamilyen zsíros szára az a marhának, vagy a disznónak van, nem, az disznó. Marha. Valami disznóhús volt. Mint a cipő talpolyam volt. És megfogtak, és rávágták a paradicsomos káposztára. Emlékeztek? Igen. Meg volt. Fú, de undorító volt. Hát vagy tükörtojással, az volt még nagy klasszik. Nekem úgy pedig adták. Nekem nem adták tükörtojással. Nekünk a hússzelet az általában... Megymártás? Igen, megymártás, tűrtburgonya. De mi volt az undorító hús? Tehát volt a megymártás, volt a tűrtburgonya, és volt egy ilyen, tényleg egy ilyen papucs alakú, aminek a fele zsír volt, ilyen ehetetlen szálkás, ez ilyen figyel, szerintem az száraz, marha volt, az nem? Szerintem is egyébként marha volt. Szálas marha hús. Marha volt egyébként. Tényleg tudod, amit az almaszószhoz is adnak, ez a főtt marha, tudod, vagy amit a leveshez egy kiteszik a húsleves, és utána kiteszik a húst tormával. Na az volt, az marha. Undorító volt. De olyan zsíros volt, hogy fúj. Egyedül a piskóta kocka csokoládé volt az, amit tudtam szeretni. Mazsolával, de jó volt. Milyen helyre jártatok ti? Marhahús, mazsola. A marhahús, akkor közeli időkút miatt mazsola. Ja. Akkor láttam mazsolát, ha anyám otthon tett, igen, a tejbe is. Hát, hát, mazsolát, hogy az ment közékeztetésben mazsolát. Hát én meg soha akkor láttam, amikor az ment az M1. A mazsola is tág. Jaj, gyerekek. Nem izó. Gyerekek. Megfáradtál? Nem. Nagy örömmel töltött el ez a péntek. Ma megyek, edzek egy jót. Nagyon jó. Edzem egy jót, mert utálom a kával mondani. Déltől de a végeredmény ugyanaz igazából. Én azért nem értem, igen, nagyon a palávert, amikor így valaki ezen kiakad, mert hogy a vége az ugyanaz. Leizzadsz, kellemesen elfáradsz. Nem? Nem, olyan ronda. Bizonyos szavak olyan rondák. Tehát például az eszek, az engem kevés dolog bán nyelvtanilag, mert én is elég sokat hibázom, de az eszek, megyek eszek valamit. Így vagy jobb az eszesek. Megyek eszesek valamit. Az valami szörnyű, edzek. Nem tudom, a kárt valahogy nem szeretném. Nem edzőbához megyek, eldöntöttem, hogy tenisz pályafutásom sajnos... Visszakéred a pénzt? sajnos nagyon nagy holtponthoz érkezett a tenisz pályafutásom, és el kell mennem edzőbához. Nagy a baj, gyerekek. Mit tud segíteni már egy, egy ilyen... Igen? Most olyanoktól is kikapok, akiktől nem szabadna. Nagyon nagy mélyponton vagyok.
Úgyhogy majd de akkor ő már nem megyek. Fog mutatni új dolgokat, csak lelkileg fölgyúr. Ha felgyúr egy meccse, holnap van egy fontos meccsem, és meg gondoltam, hogy elmegyek edzőbe, ott éltől. Mert nagyon, nagyon komoly lelki. Lelki és fizikai mélyponton vagyok. De így most egy nap alatt őszinte mit tud csinálni? Semmit. Tehát, hogy azt mondja, hogy ezért, hogy... Balázs, semmit, tedd le az ütöket, gyere, ígyunk valamit. Csiszoljuk a tenyereseden, a fonákodon. Semmit. Egyébként. Az ég egyet a világon, semmit. Üss az elején több bászt. Jó. Igen, ne gyere holnap a meccset. Köszi, edzőbe. Add föl, Balázs, add föl. Köszönöm, edzőbe. Köszönöm. Semmit nem tud csinálni, nyilván ez egy hosszú folyamatnak az eleje, hogy újra elkezdek edzőzni, de muszáj, mert... Illetve egy hosszú folyamatnak a vége. Tehát, mert hogyha többet jártál volna, igen, edzőbához korábban, akkor most nem kéne. Jártam edzőhöz, csak azt most abba hagytam. Egy éve már talán, és most újra elkezdek. Mert amikor abba hagytad, akkor fölfelé mentél. Igen, ugye, akkor elindultam fölfelé, abba hagytam, mert azt hittem nagyon jó, kaptam 3-4 nagyon nagy verést, és most újra vissza kell szállni magamba. Annyira tipikus ez, ugye, mikor elszáll az ember, mikor már azt hiszi, hogy nagyon jó. Nem erről van szó, hogy nem volt kell a havi 30 ezer, vagy heti 30 ezer nem volt kedved kifizetni edzőre. 30 rugat. Hát figyelj, hát a sátorban elég drága, ott mondjuk egy 10-es a pálya két órára, 10 az edző, az 20. Így van. Igen. Örültem, hogy megkutatom. Mert jönnének be állandóan az oroszlánok, az elefántok, érted? Azért azt meg kell fizetni, hogy kint mászkáljon a körbe. De egyébként én ismerem egyébként, a Balázs az a típus, akinek nagyon jó kis képessége van, nagyon jó affinitása a különböző labdasportokhoz főleg. Egyszerűen, tehát figyeljetek, ügyes. Ez a jó szó. Na, ügyes. De milyen jó lesz. Viszont, igen, ügyes, viszont nekem is volt ilyen gyerekkori osztálytársam, barátom, aki hasonló képességű srác volt, mint amilyen te vagy, és akkor egy idő után rájössz, hogy más ügyes emberek is vannak, akik viszont többet járnak talán edzőhöz, vagy igen, többet foglalkoznak a sporttal specifikusan. Mert egy ideig, ugye, ne vedd sértésnek, Feri, mondjuk téged, és akkor nyugodtan engem is ide sorolhatunk, romá aláznak az ilyen emberek, mert hogy zsigerből tök jól tolja, tök jó ügyes, megvan hozzá az affinitása. Viszont amikor hasonló képességű srác jön, aki egy kicsit többet foglalkozott a dologgal, egy picit azt mondta, hogy jó van, elmegyünk akkor heti kétszer, akkor meg durcásan visszavonulok. Akkor meg igen, akkor meg mégsem durcásan vagyok annyira ügyes. Akkor csalom. Akkor csaló vagy. Inkább nem játszom. Igen. Tudod, amikor már azt gondolod, hogy tök jól játszol, igen, és sorozatban hatodik meccsedet veszted el, és kapsz ki, és nagyon, nagyon komoly tétmeccsek, akkor... Te is ügyes vagy. Igen, és ráadásul két szedben úgy most a rómaink két napja, hogy még egy 3-4 órát ültem a pályán egyedül. És próbáltad feldolgozni. És néztem magam elé. Tök frusztráló tud lenni. Mondtam, hogy menjél majd a tiédet is lehúzom, hogy le kell húzni a pályát. Lehúztam neki, és ültem 3-4 órát. Ilyenkor már nincs kedved a trükkösütéshez. Semmi. Trükkösütés? Hát a láb közt vissza. Persze, hagyjál, már az életedért játszol. Jöttek itt, minden rendben, Balázs, persze, menjetek. Minden oké, Balázs, persze, menjetek. Csak. Még egyszer megkérdezem. Minden oké, mi van, mit tűz, megsérült? Nem, és egy 3-4 óra így üveges tekintettem magam elé, bámult, annyira megrázott a vereség, úgyhogy... Úgyhogy most visszaállok. Te miért sírsz? Megint szervizőn az autó. Rosszabb. Kétszedbe kaptam. Kétszedbe nagyon durán. Nagyon durán kikaptam. Na, gyerekek. Szörnyű ez, mikor megfeszülsz a pályán, játszol másfél órát és kikapsz. Az annál nincs szörnyű. Meghalsz, meleg van, napszúrás szélén vagy, és még ki is kapsz. Szörnyű. Na de majd most. Ez pont olyan, amikor mi állunk lent a teremben, és akkor két erősen 40-es hobbimászó, és akkor jön egy ilyen 9 éves forma gyermek, oda megy a falhoz. És elszalad fölmászik mellett egy olyan úton, ami mi soha nem fogunk, és ezt mi tudjuk. És akkor így... Na jó, van, Laci, akkor... Menjünk, ígyunk valamit. Igen. Akkor most ezt hagyjuk most. Nem jó. Jó, akkor csak így vezessünk le egy kicsit. Nem jó érzés. Nem. A fiatalok még, gyerek. Persze. Hadd vigyék. Hát az van. Meg kell tanulni feldolgozni a vereségeket. Igen, milyenkor mindig azt tudom mondani, hogy jó, de családfenntartok olyan? Igen. Jó, de nekik ilyen ő is olyan korán kell? És te mikor kell? Tehát tessék, tudod, mekkora felelősség van rajtuk? És semmi, neki csak ez a dolga? Na de mindegy, akkor menjünk vezetni. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t már így a korán kelő hallgatóink kedvéért. Fontos lenne, hogy a sórendelettel kapcsolatban nem mondjatok ilyen sok téves információt. A rendelet betarthatatlan, és rengeteg gyerek lesz, aki nem fogja megenni. A cél jó, de az út nem. Írja nekünk valaki. Aha. Már mi is volt belőle a téves információ? Mert egyetlen igazi információ, igen, de egyetlen igazi információ volt, mégpedig az, hogy ugye januártól haladékot kértek, a közétkeztetésben dolgozás januártól kell. Majd... A többit mi csak próbáltuk kitalálni. Igen. Nem volt itt semmi más információ. Hogy miért nem állnak át? Tehát információ nem volt, igen, mi csak beszélgettünk, illetve találgattunk. Balázs, én 15 ezerért megtanítalak teniszezni. Tök jó. Na?
A junior lányválogatotthoz mit szólsz, Bali? EB-t nyertek egyéni csapatban. Most 16 évesek a kis zsenik. Üdv, Laci. Ez nagyon jó, igazából. Junior lányválogatott? Na hát, az a baj, hogy persze, fiatalon nagyon jók, hogy Grand Slam-et nyerünk juniorban, a Fucsovics is mindenki, csak amikor föl kell kerülni női férfi főtáblára, ott van egy olyan 4 fényévnyi különbség köztünk meg az élmezőny között. Illetve pontosabban a magyar teniszképzés, meg hát a külföldi teniszképzés között, tehát amíg nincs mondjuk egy fedett tenisztarnokunk, mondjuk csak egy darab, addig nincs olyan miről beszélni. De ilyen fiatalon nagyon sok magyar jó. Nagyon sok. Junior Grand Slam, Wimbledon, EB, csatta abszolút. És hát nézd meg a felnőtteknél. Most a Babos játszott egy Grand Slam döntőt, de egyébként előtte hát senki. Azt mondja, hogy... Bali, akkor nálatok még jó volt a kaja az óviban, nálam az verték ki a biztosítókat, amikor a gyereknek a második főtér az óviban kakaós csiga volt, vagy túrós táska. Ja. Nincs vele sok meló. Atya, úristen! M7-es jó járható jelenti nekünk Bögöly, köszönjük szépen, szépen. A show-nak menni kell tovább, ezt a Queen is megjelenthet. Ez jó. Jó. Ez jó. Igen, ez szellemes. Lesznek szerintetek majd ilyen zúgsózók? Hogy egy gyerek beviszi magával? És akkor belső zsebből meg farzs, elveszi a kis sószorot. És... Komoly dilemma, ha az első pár évben elállítod a gyerek érzékelő bimbóit, ízérzékelő bimbóit, az hogy állítod vissza egyébként? Ezt értem, hogy itt mondanám. Hogy itt nagyon sósan, nagyon édesen eteted, utána egy sótlan kaját a gyerek nem fog megenni, nem, mert elállítod ott, tehát ahhoz szokott hozzá. Ha nem adsz neki annyira fűszeres meg sós kaját, akkor azért az arra könnyebben átáll. Két évesen gyerek már nyakra ízére kolbász, meg sósat teszik, mert utána leraksz neki egy ilyen sótlan valamit, körbe röhög. Tehát ez értem én, hogy mit mondanak. Mi van a pohár firkálással? Semmi. Bali feladtad már magad, kérdezi Tényleg, nem, most őszintén te voltál. Nem, hát engem megismeri elni az írásomat. Meg hát én nem tudok így leírni, hogy miért tett. Tehát meg nem tudta volna elolvasni, hogy miért tett. Bárcsak ilyen szépen tudnék írni, nem én vagyok. Mi van tényleg? Semmi. Semmi? Azóta gyakorlatilag semmi. Kicsit fáj ez nekem, hogy ez abban maradt. Én úgy szerettem, hogy téged így bosszantál. Meghátrált az illető. Hozott volna egy 5 literes vázát, hogy tudjátok, mint folytatni az írást. Ráír a táskádra. Tudod, elindul egy ilyen tényleg meg akarod fogni, és meg akarod ölni. Összefirkálja az izédet, a pénztárcádat, kiveszi a cuccot közül, rátesz valamit. Tehát elindult volna valami nagyon durva. De aztán nem lett belőle sem. Rohangász itt a folyosó, hogy gyere ki, megöllek. Igen. És kijönnek 3-4-en. Berohansz a láncidba, asztalokat borogat. Én ezt szerettem volna. Többen kérdezik, Béla is kiderült, hogy kiírt Jani Bögrére. Nem tudjuk, gyerekek. Nem, képzeljétek el. Ez egy komoly rejtély. Komor is, meg komoly is, de várjuk, hogy az illető írjon még, hogy felbukkanjon. Jól van. Na, játékot, hát ezt ne is beszéljük róla. Hát ez a hét, az csá. Na, majd a jövő héten. Igen. A jövő heti az utolsó, én teljesetünk, ugye? Igen, mert utána már egy kis pihi. Igen, jó, ettől függetlenül lehet jelentkezni játékra, mi azért küzdünk, mert szépíteni akarunk. 3-1. Igen, és ezt ne is mondd ki még egyszer, ezt nem lesz jobb. Ezt ne is emlegessük. Igen, jó, van, lehet jelentkezni játékra, jó. Egészen nyugodtan SMS-ben, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. A Klassz FM-en. 6 perc múlva 7 óra. Krisztina Aguilera. Én bírom ezt a csajt. Nagyon jó. Ugye? Uh-huh. Jól énekel. Na, gyerekek, hát a hetet elbuktuk, legyünk őszinték, ez csúfos, nem? Na, kaptunk és szerinted mi nem tehetjük ezt, meg mennyi? 12-6? Á, de, csak egyébként. Úgy. Azért ugye elpopsiztak. Az a jó szívünk. Az, odaadtuk a hetet, igen. 3-1 van jelen pillanatban. Na, de majd most bárki játszik még szépített. Már itt is van a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, fiúk! Szia, lány! Hello. Jó reggel! Jó reggel, hello! Hát igaz. Ki vagy? Móni vagyok, Gyuláról hívlak. Jaj. Móni, hello Móni, mit csinálsz? Hát most épp így paprika szedés közben. Na, igen, paprika szedés. A tietek? Igen, igen, a miért? Igen. Szárítás, örlés. Tud róla a szomszéd? Igen. Készülődök már a játékra. Aha. Milyen paprika ez? Hát ez édes kápi a paprika. De jó is az. Hazai, a Ferinek üzenem. Nagyon helyes. Békés megyei. Gyulai. A Gyuláról azt
mi is kikövetkeztettünk. Igen. Ennyire még vagyunk jó földrajzban. Nem nagyon, de ezt még azért valahogy összetettük. Jól van. Kivel szeretné játszani? Veled, Balázs. Nem áll. Milyen jó döntés ez. De miért akar engem? Én ma kétszer kikaptam, én most sebezhető vagyok, mint egy kis oroszlán. Na pont ezért. Akkor se baj, akkor... Se baj, se baj, Tóbiás, emlékezt a karamesszere? Igen, én szerettem. Ú, de utáltam. Se baj, Tóbiás. Egy ilyen szerencsétlen lúzer volt. Gyurma figura. Igen, de nem. Oké, mehetünk, Jani. Na, várjátok, megpróbálom meg, a tegnap óta ment a stoppert. Oké. 3, 2, 1, fire! Bocsánat, hogy hívnak? Móni vagyok. Móni. Na, kérdezzél, Móni. Mondtad egyszer az egyik adásban, hogy te így lovagoltál régebben, hogy megkérdezhetem, hogy milyen fajta lovakon lovagoltál? Egy ilyen kápán, egy magyar vándorba mentem mindig. És a nyereg az milyen fajta volt? A nyereg? Az, hát szerintem angol. Mert nekem is van lovam, egy magyar félvér. Magyar félvér. Reménynek hívják. És én is angol nyeregbe szoktam lovagolni, de viszont azt szeretném kérdezni, hogy te hány évig csináltad ezt a sportot? Miért vagy ennyire kíváncsi? Hát te szerettem a lovakat, és te is mondtad, hogy szereted, és hát azért. Mert a lovassa itt lehet beszélgetni. Lovassa. Hány évig csináltam? Hát körülbelül 3 évet lovagoltam. És volt sajátod is? Volt saját, igen, csak aztán visz... Na. Basszus. Aha. Hát ez nem az életem. Lovas lovasnak hát. Farkasa? Egy lovas így támad hátba engem? Hát ezt érdemlem? Hát. Cipó! Nem. Gyerekek, ez a héten nem. Valljuk meg, hogy az nem. Elején is már elengedős volt. Éreztem a 3-1-et. Nem volt bennem a tűz. Éreztem a 3-1-et. Nem volt bennem a kellő tűz. Meg azt hittem, nem játszom, és nem készültem fel rá agyba. Meg gondolom, a kettőt játszom, de megijattam a kávémat, átnézhetem az e-mailjeimet erre. Mondjuk Móni nagyon figyelt, és nagyon jól játszott szerintem. Nagyon ügyes is volt. Behúzta volna. Igen, ügyes voltam. Nagyon jó vagy. Gyulára nem jöttek kitelepülni? Ezek után? Szerinted? Hallod? Miért menjünk oda? Ott nem szeretnek minket. Dehogy nem. Nagyon szép hely. Ezt tervezzük azt is, hogy oda is menjünk, majd valamikor. Szólunk ott mi Gyulán, Móni? Micsoda? Szól a rádió Gyulán? Vagyunk mi a Gyulán? Vagytok, a minden buszos titeket hallgat. De tényleg Gyula belvárosában hallani minket? Persze. Mert hogy azt a környéket kicsit azért kerüljük. Ez a Békés Csaba, új kígyós Gyula, mert hogy ez elvileg nekünk egy fekete foltunk sajnos a térképen a lefedettség miatt. Vannak még hiányosságaink, már hát, nem sok. Mindenki titeket hallgat. Én reggelente minden nap buszolok, és mindig titeket hallgatunk, úgyhogy... Na de várjál. Ne siess annyira. Te interneten hallgatsz minket, gondolom én. Nem, én rendesim a rádióba. Viszel magaddal egy ilyen kis kiúszat? Nem, hát az autóban, meg én például a telefonon is jól hallok titeket, mikor a telefonon hallgatom. Aha, tehát már az autó a lényeg, mert ugye interneten följössz az online adás, az bárhol foghatod, ha van interneted, hanem nem, hogy... Nem, az autóban tökéletesen lehet hallani mindenütt. Gyerekek, hát miért nem megyünk Gyulára? Na tessék. Ott van egy szűz terület. Meg egy vár. Mondják, hát illetve amit a szűzterületből Feri hagyott annak ide. Mondjad, Móni. Csorvás Orosháza ott, ahol nem igazán jól fogja, de itt erre felénk itt minden is jó. Igen, lehet, hogy egy tornyunk már annyira erős, hogy átlöki oda is. A Gyula valamelyik éjszaka kicsit fölcsavarta. Igen, mert nekünk is van egy műszaki igazgatónk, aki szintén Gyula. Figyelj, túl sok az összefüggés. Igen, ez már gyanús. Figyelj, Móni, ezt meggondoljuk azért, mert szeretünk új helyszínre menni, de valahogy tényleg kerültük azt a környéket, de menjünk Gyulára. Bizony. Nézzünk utána azért, illetve írjanak nekünk gyulaiak, akik pékek, belvárosban dolgoznak, cukrászüzemben, irodában, bárhol, hogy gyerekek, gyulai vagyok, tényleg én is hallgatlak benneteket rádión. Ha jól szólunk, akkor elmegyünk Gyulára. Mert tényleg, nagyon szívesen, mert Gyulának ráadásul van egy haverja, egy nagyon szelíd srác, a Csaba. Csaba. Békés Csaba. Hát tudtam. Igen, vele nagyon nehéz összeveszni. Békés Csaba és Gyula. Figyelj, igen, most akkor ezt, most te elintézted ezt a gyulai kitelepülést. Ha egyszer mi megjelenünk Gyulán, akkor mindenki tudni fogja, hogy ezt Móninak köszönhetjük. Ezt Móninak köszönhetjük, így van. Alhatunk nálatok? Oké, Móni, küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon ügyes vagy. Sajnos a lovaglásról kevesebbet tudtunk meg, de ügyesen játszottál. Jó? Köszönöm szépen, sziasztok, fiúk. Hello. Most elindult egy ilyen, kimondta előbb, hogy hallhatóak vagyunk Gyulán. Én már mondtam, hogy hallhatóak vagytok, bakker, hallhatóak vagytok, hé! Igen. Szala. Jó, nálatok is, akkor nálatok megkávézunk, Szala. Jó, gyerekek. Hát akkor menjünk Gyulára.
Komolyan mondom. Én nagyon szeretem Gyulát. Mm-hmm. Úgy unom, hogy nem megyünk Gyulára. Ha, igen. Minden tavasszal eszembe jut, hogy miért nem megyünk Gyulára. Hát akkor irány Gyula. Ősszel szerintem most nem megyünk, ennek több oka is van. Viszont ha jövő tavasszal elindulunk, akkor Gyula. Akkor megyünk. Akkor próbáljunk be egy Gyulát. Jó. Szép vár, jó fürdő, még jobb cukrászda. Egyik se érdekel ezek közül, de nem ennek ellen... De legalább én jól érzem majd magam. De neked jó lesz. Én addig pihenek a szállodában. Viszont ez jó. Örülök az új helyszínnek. Azt hittük, hogy igen, ott van ez a Békés Csaba, Gyula, Orosház, egy ilyen fekete folt. Na jó van. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem jót mondunk a MÁV-ról. Ákos, ha hallasz, akkor te is javíts majd, mert ez a 15-20 perc, ez egy ilyen promóciós bejelentésnek illik be maximum. Másfél órája nem jött vonat Vác felől. Vácon állítólag nincs áram egyáltalán. Igen, reggel hallgattam Kavalec Imrét, vagy a váltótársát, és elmondták, hogy éjszaka karbantartás volt, a kivitelező elfelejtette visszakapcsolni, vagy valahogy elkésett az áramot. Vác nyugati vonalon bizonytalan ideig nem járnak a vonatok, Vácon még bemondták, azt mondja, hogy válasz, volájáratok, és már két napja. Micsoda, ezt nem teljesen értem. Szóval, hogy a hírekkel ellentétben nem mondjunk 15 percet, Áki, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy eltörött még az egyik mozdonynak az áramszedője is, úgyhogy ez egy ilyen dupla késő, és valóban 60-70 perc most jött ki a friss. Hogy tűnik el, hogy áll a mozdony, és ez csak így eldől oldalra az áramszedő. De ez anyagfáradás. Megfáradt az anyag, belül emegette a szú. Túl gyorsan ment, és a szembeszél letépte. Letépte a szél, mert a szú megrágta belül, vagy beleakadt valamibe, igen. Igen. Jött egy rák, és megbotlott a vonat a rákon. Jaj, és így ennyi tört. Már egyébként azt írja a honlapján, hogy elviekben azért menne 15-20 perces késéssel a dolog, mert hogy tudnak közlekedni a vonatok dízel kitoló géppel. Aha, hogy valaki tolja őket. A dízel kitoló gép kitolja őket. Hova? Átolja őket az Áttolja, de most úgy látszik, hogy a dízelekkel is van valami, befagyta. Írjátok meg nekünk, hogy mióta vagytok ott, jó? Akkor ráfirtatunk gyorsan a MÁV-nál, hogy mi a helyzet. Illetve nem is arra firtatunk rá, hogy mi a helyzet, mert azt hallgatunk, úgyis elküldjük. Arra firtatunk rá, hogy álljatok-e ott még egyáltalán. Igen, van-e értelme? Van-e értelme? Nézzetek így a távolba, amikor a sinek így összérnek, kicsit így vibrál a levegő, mert már annyira meleg van, és sehol semmi, néha valaki beleköhög a hangos bemondóba. Kérdezzük meg a MÁV-ot. Jó? Kedves utasaink, félve mondom, Bekakilta. Igen, megye kitolom a dízel. Úgyhogy most egy ideig nem mondok semmit. Na jól van, meghallgatjuk a híreket, aztán jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 7 óra most pontosan 16 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük az egyik kereskedelmi csatorna adását itt közben. És éppen itt vannak a Fradi pályánál élő adásban, a Vena Scanner tesztelik. Jani pedig kirohant, hogy beleszalad az élőképbe. De nem fog tudni, mert szerintem már belépnek éppen a pályán belül, és sajnos mire odaér, addigra már nem tudják mutatni. Kiszaladt, hogy beintegessen nekünk. De ilyen boldogságot nem láttatok még a Jani arcán. Tehát a kitelepülésen, amikor sokan vagytok, és mindenkinek adott ajándékot, az közel sincs ilyen, az az izgalom, láttad? Hadd szaladjak ki, szaladjak! Most lenne tökös belerohanni, mert most ott állnak a kapu előtt, ugye, és viszonylag szűk a képkivágás, tehát itt beintegetni, na az a nagyon jó. De ehhez puha. Mert ez az igazi bátorság. Ja, most az operatőr elég. Most lefordult a kamera a kapuról, és most tudna beleszaladni, mert hogy a többi kaput mutatják, de most visszafordult. Vagy ha oda menne, és megpróbálná beszkennelni a vénáját. Igen, és valaki nyilatkozik a TV2 riporterének a vénaszkennerről, bedugja a kezét. Mi vicces lenne, most valami bekapná a kezét, és elkezdeni rángatni. A Lacit már láttam egy tükröződésből. Ott volt a Jani egy tükröződésben. Csak nem mer oda menni. Jó lenne. Na, ezt megvárjuk. Mutatták a vénaszkennert közelről, és fekete a széle a vénaszkennernek, és a tükröződésből látszott a Jani, hogy ott áll. Menj el. Sokan félnek attól, hogy eltárolják ezeket a bizonyos... Figyelj, lefordult a kamera. Visszatudnak-e élni akár, vagy vissza lehet-e fejteni ezeket az adatokat, és azott esetben vissza lehet-e ezzel élni? Maguk a biomatikus ablak nem visszafejthetőek. Igen, itt nyilatkoznak. Nem lesz ideje beszaladni.
Az előbb kellett volna, amikor nagyot mutatta. Nem, az a baj, hogy a nagy totálnál kellett volna berohanni, a szűknél már nem tudod a szaladni. Jönnek már visszafele? Nem, szerintem még próbálkozik. Nem, akkor, mikor lesz egy visszakonfja be a stúdióba, átadja a szót. Na most szaladj be, Jani, most nagy kék kivágás van, most beférnél. Ott menj, állj, be kéne állni a sorba. Lehet, hogy a riporter belefordul még a kamerába, és mondja, hogy hát itt Fradi pálya, amit a szó a stúdiói, köszönjük szépen, ott még akkor látszódhat a Jani. Most miért nem megy oda az egyik szkennerhez? Jani! Nagy volt a szája. Hogy tudnak ennyit beszélni erről? Na várjál. Jó. Áll a csávó egy öltönybe a kapuba. Szerintem ő már egyébként a szeme sarkából most, látja. Várjál, ne. Látja, hogy ott a Jani? Aha. A riport alany már látja. És lehet, hogy visszafordul a kamera, és addig a két rendőr már letepert a Jani, tudod? Nem csodálkoznék. Ja, szerintem már jönnek vissza. Aha. Na miért szóljál, látod, jó? Addig mondok közlekedési híreket. Az M0-es jól járható, és szeretem a krumplis tésztát. Ezt Pali küldte nekünk. Ez mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Igen, na most távolít a kamera közben, most tudna belesétálni, most egy nagyon nagy totál van, ide beférne. Ott van! Ennyire hülye! Jaj, bocsánat! Gyerekek, bejött a Jani, és ugye a dupla örövi jelet bemutatta. Beleszaladt. Ott volt. Ott volt, elkezdett távolodni a kamera a beléptető rendszertől, és egy nagyobb totálba Jani belemett, föltette mind a két hüvelykujját, mutatott egy oké jelet, és kiszaladt a képből. Szerintem a Laci megdumált az operatőrrel, hogy jöjjön ki ilyen, vagy hátra húzta. Milyen kis öröm elég az embernek, mi? Figyelj, ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak. M3-as jó, tiszta, nincs fennakadás. Azt mondja, nem ég egy kocsi sem, nem ragadtunk az alagútba, van áram, nincs ebola, a Dózsa-György úton nincs ülőhely, ezért állok állva. Aha. Ott voltál, ott nagyon voltál. Jó volt. Bátor vagy. Szerepeltem a TV2-n. Nagyon jó. Ez nem szerződőszeg? De, ezt akartam mondani, hogy ezért viszont az RTL letilt. Na, ha visszakapcsolnak a Zsuzsi, azok megkérdezzük, hogy reagál, vagy meghallgatjuk, hogy reagál-e rá. Az nem, és hát ott átszaladt egy fiatal ember, tudjuk, hogy ki volt. Na, hogy kétszer látszottam, először a szkennernek az oldala ilyen fekete, és ott látszottál tükröződésben, de azt nyilván csak... Vártunk türelmesen a pillanatra, nagyon közel álltak a beengedő rendszerhez. Az egyik technikus srác kiszúrt. Igen? Igen. Hallgat. És mi integetett, hogy ne. Nem, reklámra mentek el. Francba. Most megtárgyalják. Átbeszéljük, ki volt az ember, aki bezolott. Drukoltam neked, mert ugye mondtam, hogy nagy totál, most kéne bemenned, és abban a pillanatban meg is jelentél. Azt hittem, hogy a nagyon szűkbe belemászol, de az már nagy bátorság. A szegény technikus ezt nem tudott szólni, tehát nem tudott jelezni a riporternek, vagy a kollégájának, hogy a hátul állt valami vevőrendszerrel, és nagyon vigyorogtunk ott, azt szerintem már sejtette, hogy valami lesz. És nem próbált megakadályozni testével megvédeni a riportot. Nagyon jól néztél ki. Ott a Jani, de bolond, imádom, írja valaki. Ilyen láttak téged. Nagyon jó. Életemben először szerepeltem a TV2-n. Milyen érzés? Hihetetlen. Minden csatornát megjártam már jó formán. Döbbened. De kár, hogy nem együtt mentünk, mi lassú voltam. Meg is vagyunk. Átszaladok a TV2-n. Basszus, tényleg. Az lett volna kemény. Mire kapcsoltam, már ki rohantál. Az mekkora lett volna. Kéz a kézbe átszaladunk. Mi lett? Szerződés szegény szerepet. Vagy kánkárnozunk. Basszus! Az a baj, hogy nem kapcsoltam. Erő még a kávémat is, mire fölálltam volna, te már kim volt. Az a baj, hogy annyira óvis vagyok, hogy ahogy megláttam a stábot rögtön, hogy nekem ott állja. És már ugye rohantam kifelé. Igen. Ne jó, van ez is meg. Persze, tegyük ki, hogy ne. Na, megvan a kép, megvan. Figyelj, ezt beleírhatom egyébként majd a szakmai életrajzomba? Persze. Hogy? Persze. Mindenképpen, amikor lölsz a szakmai életrajzomba, ez RTL, ennyi Z+, ennyi HBO, ennyi TV2, 10 másodperc. TV2 Mokka, 6 másodperc. De így őt nem kell beírni. Tudod, úgy szokták csak, hogy évtől évig, tehát ő beírhatja, hogy TV2 Mokka 2014. 2014, TV2 Mokka, ennyi. És volt egyébként hallgatónk, aki már ott állt.
aki hallotta. Hallotta valószínűleg a rádióban, hogy kirohaltam, és már ott állt. Nézte, hogy nézte. Igen, és nézte, és nagyon vigyorgott. Kicsit bánt, hogy te is egyébként az Ördög Nyóri nyomdokaiba léptél, tehát hogy ilyen teljesen váratlan. Igen, teljesen, furán, és nem furán, a Kolóval előtte. Nem szóltál a Kolosinak az RTL, és csak egy átigazoltál, azért ez kicsit bánt. Basszus, egyébként azt tudod, hogy ez már ugye a második alkalom, amikor elhasztottad a lehetőséget. Mi volt az első? Amikor a Ferivel csináltak itt élőben interjút, akkor nagyon terveztük, csak jó, akkor volt a tumultus, hogy nem tudtunk bemenni. Akkor nagyon terveztük, hogy bemegyünk, hogy beintegetünk, hogy akkor meglegyen valami. Mert ugye ez egy élő kapcsolás volt, ja. Kikapcsoltak ide, nem is tudom hova, a reggelből? Igen. A Mokkából. Basszus! Terveztük, hogy beintegetünk mögé. Miért nem csináltuk azt? Ott egyszerűen az volt, meg egyszerűen nem lehetett bemenni, így tornyosult az egész stáb az ajtóba. Tehát, hogy félrelögösen, és kamera el balra, riporter jobbra. Igen, az de nagy lett volna. Feriszel kicsúszik egy csúnya szó. És tudod, ott nem is nagyon tudnak mit csinálni. Tehát ott élőadáson vagy, műholdas kapcsolás, a Klassz FM. Ugye? Egyébként mit csinálna az oper? Szólnak neki, hogy nem utas. Nem tud semmit csinálni, tehát most teljesen pat helyzetben voltak. Persze, de ha beintegetünk például Ferihez, ott szóltak, hogy nem utas, nem, miért? Figyelj, hát ott nem a világ legalább poénja valljuk be őszintén, ahol stábban ott mindig megjelenik egy-két hazaintegető. Igen, Jani 11-re gyere az irodámba, Kolosi. Jani, ebből a szögből egész helyes voltál. Na, igaz? Na, nagyon szépen köszönöm. Kéz a kézben mesztelenül kellett volna, ez kis talpas érte nekünk, igen. Péter, mindenképpen ott leszek, de én azt gondolom, hogy van az az összeg, amiért hűséges maradok a csatornához szerintem. Igen, csak ne pereljetek. Jani, minden csatornát megjártál? Private Gold-dal mi van? Csak ezért kapcsoltam be a TV2-t, puszi. A logójuk beleégett az LCD-nkbe. Na, meg is vagyunk, jó van. Na, jó van. És még csak 7:45 múlva. És már voltál, a TV2-n. Gyerekek, úgy néz ki, hogy jár a MÁV. Hát jár, csak nem minden igen, vonalon. Mindenkinek jár, aki vonatra vált jegyet. Mindenkinek járna, igen, aki tényleg vett jegyet. Nem, azt mondják, hogy most már működik, és minden oké, úgyhogy ne hívjuk őket, mert jár. Hát lehet, hogy ezt egyébként maga Bot Ferenc küldte, hogy ne hívjátok a MÁV-ot, minden rendben van. Aláírás Anett, tudod, hogy kiről Szabó Anett írogat nekünk. Írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet, jó? Hogy a Budapest-Vác vonalról sokan írták, hogy nem jár, néhány SMS jött, hogy mégiscsak oké, a Szob-Vác nyugati vonalon bizonytalan ideig nem közlekednek a vonatok, hogy akkor mi van. Jó, mert akkor rácsörünk a MÁV-ra, hogy várjatok a megállóban, vagy ne várjatok, próbálunk egy kicsit segíteni. Ajjajjajjajjaj. Bocsánat, hogy visszaugrok erre a történelmi pillanatra, de az egyik kedves hallgatónk, Henrik írt egy nagyon-nagyon jó gondolatot, ami szerintem tényleg egy magas labdal kihagyott zicser. Én nem kiabáltam el magam, hogy csak a Kispest. Azért az még jó lett volna. Ez olyan, mintha én Újpesten pályára lépnék, aláírás Lipcsei Peti. A TV2 legnézettebb online anyaga született ma meg. Az biztos, hogy erre rákeresnek. 10-es út jó járható lámpa előtt 400 méter volt csak a sor, írja Zsú. Az egészen baráti. Az nagyon jó. Ilyenkor gondolom, hogy az ürömi elágazásnál van a baj, csak még hozzá a pesti irányba. A 400 méter az egyébként egészen baráti. Ott egészen az Osani meg a benzinkúti körforgalom utánig szokott visszadugulni. Csak mondom, ha egy közlekedést elmondtad, hogy a hétvégén tripla razzia lesz a gyorshajtóknak. Nem tudom, hogy a Morning Show hallgatói már nem mennek gyorsan, követve a te példádat, akinek évek óta nem volt gyorshajtási bírság. A postaládájában csak mondom, hogy két nap olyan ellenőrzés lesz, hogy a szemetek folyik ki. Jó, tehát aki autózik hétvégén, az... Miért ellenőrizni? Van egy ilyen Európai Uniós átfogó ellenőrzést csinálnak, és beszálltunk mi is, a magyar rendőrség. Európai Uniós átfogó ellenőrzés csak Magyarországon. Hát nyilatkozta az ORFK. Egy Európai Uniós nagy átfogó ellenőrzés. Egyelőre csak itthon, aztán ha sikerül, akkor kiterjesztjük az uniós országaira. Szóval, hogy és csak a gyorshajtókat, vagy egy ilyen ellenőrzés, biztonsági jogosítvány, iratok, mi nem vagy csak gyorshajtás? Én trafipapszos ügyet olvastam, tehát hogy csak mérni fognak, de azt nagyon. Ajjaj, az összes működő kamerán kint lesz, és a nem működő is. Hát, akkor vigyáznunk kell. És azon gondolkozom, tervezek a hosszabb utat, de nincs egyelőre nagyon komoly a program. Jó, itt mérnek a Petőfi hídon, és ott az is igaz. Mindegy. Igen. Jó, ez jó, hogy mondtad.
Kedves Sebecsi Rákóczi Vadon úr, tanácsuknak elegetéve megvásároltam a teniszlabdákat. No. Minden nap egy kis labda pattogtatás után pozitív élménnyel tudtam befejezni az edzést. Bemelegítésnek ajánlották a 10 perc fogocskát, de mellette elmenten hétfőn focizni, szerdán megúszni. Várom a következő instrukciókat. Legmélyebb tisztelettel, ez Dávid. Na. Fél Dávid, na. Nagyobb bevállalás, hogy nekem jobban tetszett volna, ha azt írja, hogy bemelegítések ajánlottak a 10 perc fogocskát, de én bátrabb voltam, túlvállaltam a 14 percet fogocskát. Igen, bár egyedül voltam. Igen. Jó, legyen a következő az, hogy ha vett teniszlabdát is, vett már meg ütője is, igen, minden. Igen, ütő, teniszlabda szett. Most volt a labda pattogtatás, akkor most legyen a labda ütögetés, úgyhogy nem eshet le a labda a földre. Aha. Jó, mondjuk egy 20-at beleütni úgy ütővel. Egyelőre két kézzel fogni az ütőt, földobni a labdát és 20-at beleütni. De csak egy oldalsan nem kell. Nem kell forgatni, ugye? Nem, jó, csak megfogni, nem forgatod, mint egy ilyen serpenyőt, mint amikor palacsintát forgat. Dobod és 20-at megpróbálsz beleütni a labdába. És addig csinál, amíg nem megy a 20. Na, jó? Tisztelt ez Dávid. Tisztelt ez Dávid. Hétfőig ezt kell gyakorolja. Igen, a mai, a holnap és a vasárnapi edzés lényege labda pattogtatás már az ütőn. Jó? 20 darabot kell beleütni. Én nagyon szeretem, ez egy interaktív tenisztanfolyam. És ez teljesen rendben van. Ez Dávid tényleg csinálja ezt? Szerintem igen, és lemegy egy fél év, és kihív, és rommá ver, azt képzeld el. Igen. Kedves Sebestyén úr, elvégeztem mindent. Szeretném önt kihívni egy meccsre, hogy lemennék, és ott áll a fejpánba egy kis csuklószorító, és hülyére verne, tudod? Figyelj, ezek tök jók. Uram, én öntől tanultam teniszezni rádión keresztül, és kiderül, hogy 210-eket szervál, tudod? Viszontos egykezes fonákja van. Hát figyelj, amíg lehet, képezzük Dávidot. Ha már meghaladja a mi súlycsoportunkat, akkor átirányítjuk egy jó edzőt. De egyelőre ez a telefonos interaktív teniszképzés, ez nekem nagyon tetszik. Dávid, hétfőn írjon, jó? Hogy mi a helyzet? Hát ismerik ugye azokat a különböző sporttevékenységnek titulált kis nem is tudom micsodákat, amikkel 10-15 perccel naponta, szigorúan, csak 10-el, vagy csak 15-tel olyan testet építhetsz magadnak, mint bármelyik testépítő vagy fitness modell. Tehát, hogy simán lehetne ilyen, 5 perc mag fizika. Igen. Nem? 8 perc tenisz. Csinálok rá egy alkalmazást. Simán. 8 perc alatt az alapoktól, igen. Járnak a vonatok Budapest, Nyugat és Vác között. Móli anyukája írta nekünk, köszönjük szépen. Lehet menni lopni hétvégén, csak lassan. Jó. Te kár. Tényleg jár a vonat, most szálltam fel a 6 óra 10-es vonat. Hát gyerekek. És itt van egy nagyon szép egyébként, amit a MÁV szóvivője is átvertne. Nem úgy van az. Nem késnek a vonatok, rosszul van írva a menetrend. Ja. De nagy duma. De nagy duma. Jól van. Oké. Nagyon érdekes cikket találtunk az egyik napilapban, de nem is tulajdonképpen hát bulvárlapban. Ami azt írja, hogy egyetemi juhászképzés indul Magyarországon, mindjárt 3 egyetemen is. A szakemberek szerint azért van szüksége a juhászképzésre, mert az országban dolgozó körülbelül 6000 juhász tudása elmarad a mai kor követelményeitől. És hát van egy fajta elképzelésünk, hogy hogyan néztek ki annó a juhászok, de mégis hát próbáljuk majd kitalálni a hírek után, hogy mi lehet az az extra követelmény, amit most kérnek tőlük. Milyen modern eszközöket kell használni, illetve ha valaki juhász, akkor csörögjön már ránk, hogy miben maradhat el a juhászok képzettsége az elvárásoktól. Hát, ezért juhászképzés indul Magyarországon, mert előbb-utóbb elfogynak a juhászok. Milyen tantárgyak vannak? Igen. Kutyázás. Vagy mi? Hát igen. Nyírás. Meg mik azok a juhászat, juhászat, kettő, elmaradnak. Már megi juhászat. Hát én is sehol egy tornaóra, egy földrajz. Juhász, mi a mai óra rend? Juhászat, 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 juhászat. 7 óra juhászat. Sehol egy jó biológia. Igen, mitől marad el? iPhone-t kell használni, hogy így iPad-et van, használnak? Vagy... iPad-en számolják a... Lacika, ha megint a nyájából elhűt két műkát valami a rohadt életben, ahogy csak osztolok, de nem tudtam fölépni Viberre. Hogy... Lehet, hogy van egy farkasfigyelő Android alkalmazás? Hát de most... De nem. Tehát, hogy mi? Mik a kor követelményeinek megfelelő? De lehet, hogy egy dombóvári juhász, egy pécsi juhász Skype-ol? És ezt nem tudják? Buksi, jobbról kerést! A francba, na majd csinálom én kvaddal! Igen. Gyere már föl skipére, mert jön a farkas. Ne, te meg nem vagy skipén. Mit kell tudni egy juhásznak most, a modernkori juhásznak? Na ezt próbáljuk kitalálni, jó? Ha valaki juhász és hallgat minket, azt csináljon egy szelfit a rackákkal, igen, és küldje. Egyrészt csináljon nekünk egy képet magáról, ez így van, ha van nála okostelefon. Ha nem, akkor rakjon egy füstjelet, és akkor mindenki, aki látja, rakjon egy tüzet, és így eljutnak hozzánk a füstjelek. Valahogy üzenjen nekünk, jó? És megpróbáljuk visszajönni. Egy juhásznak van telefonja? Hát kéne. Hogyna volna? Igen? Hát csak tévére jön. Így van. Csak az a baj, hogy vezetékes, és 4,5 kilométernyi kábelt húz maga. Így maga után, tudod, mint egy robbantó. Álló!
Juhászok jelentkezését várjuk, kicsit szeretnénk velük beszélgetni, jó? 7:30 pontosan, 3 perccel 555-55-00 ez a telefonszámunk. Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva. Hello mindenkinek. Hello. Jó reggelt kívánunk. Ugye arról beszélgetünk, hogy egyetemi juhászképzés indul Magyarországon. Egyébként ez nagyon jó szerintem abból a szempontból, hogy ez olyan ősi szakma, nagyon szép szakma, jó lenne, ha nem halnak. Nyilván nem tud, mert hogy mindig kellenek emberek, akik terelik az állatokat. Ezt azért nem lehet nagyon gépiesíteni, egyelőre legalábbis. Mindenesetre állítólagosan az országban dolgozó körülbelül 6000 juhász tudása elmarad a mai kor követelményeitől. És azt próbáljuk kitalálni, hogy ez mit jelenthet pontosan, mi az, amit tudni kell egy juhásznak, és hát tulajdonképpen mi az, amit nem tudnak. Ugye nyilván itt egy csomó minden van azért az állattartással kapcsolatban, a takarmányozással kapcsolatban. Egy vidéki ember, egy olyan ember, aki ilyen nappal kint van az állatokkal, hát az nyilván sejti, vagy nem sejti. Évszázados, évezredes tudáson a juhász kezébe az állatgyógyítással, a tereléssel, mindennel kapcsolatban. Ez öröklődik. Így van. Igen, Szabó Bakter is elmondta, hogy a lényeg az, hogy érted, hogy olyan helyen legeltessük az állatot, ahol hízik. Neki teljesen mindegy. Na most a Debrecen Egyetem rektorhelyettes egyébként nyilatkozott, és azt mondta, hogy nehéz megmozdítani a juhászokat, bár érdeklődő emberek, de az ilyen szervezett képzéseken nem szívesen vesznek részt, viszont vannak arra vonatkozó tapasztalatok, hogy azonnali hasznosítása alkalmas ismeretekkel kínáljuk meg őket, akkor hajlandóak a beiskoláztatásra. Tehát, hogy tulajdonképpen vissza akarják hívni a régi juhászokat is, ugye idézőjelesen iskolapadba ültetni, és takarmányozási ismereteket, genetikát, kiválasztás, szelekciót és szaporodás biológiát beültetni. Most egy juhász ember, aki egyébként az élete nagy részét kint tölti a mezőn, jól megy, és maga a szabadságba is szerelmes egybe. Egyébként behívni egy fedett épületbe, amin tető van, és beültetni idézőesen az iskolapadba, könyvet adni a kezébe, hogy tanuljon, szerintem nem. Ha ez a cél nyilván. Egy juhász ember, egy fiatal állatorvosnak szerintem elég sok újdonságot tud mondani például az állatokról. Érted? Tehát, hogy ő gyakorlatilag ránézésre megmondja, hogy annak az állatnak mi baja van. Igen. Mégis azt mondják, hogy valamiért elmarad a mostani juhászok tudása attól, amit elvileg tudniuk kellene. De hát gondolom ez olyan, hogy szájról szájra megtanulja az embert. Így kimész az apáddal, megtanít neked mindent, és aztán te is juhász lesz. Valószínűleg a régi dolgokat ők tudják, csak ma az már kevés, azt mondják, hogy valami más. A régi jó dolgokból már nem marad semmi. Náluk megmarad a régi jó dolog, és csak az újat nem tudják beletenni. Itt van velünk János, aki juhász. Hello János, jó reggelt! Látod, milyen modern? Nézd meg. Igen. Nem tudja a telefon. Skipén hívtuk. Itt van János velünk. Hello János, jó reggelt! Halló! Hello! Balázs, Fejes János vagyok. János! Zsákán vagy juhász, azt olvasom. Igen, igen. Zsáka és Zsarvas között. Ó, de szép. Hány jószág van éppen most ott? 340 darabban. Az igen. Biztos, hogy pont annyi? Se több, se kevesebb? Nem, kevesebb, 4 darabban. Na. Farkasok? Toportokortyán? Zsebre vágott? Nem, egyébként már vannak. Vannak itt nádi farkasok. Azért kérdezem, hogy esetleg a farkas rabolt rá a nyájra. Sokba kerülne. Te mikor tanultál juhász lenni, vagy juhásznak? Mikor tanultál? Hát én az általános iskola után elmentem szakmunkásképzőbe, hát az igen gyenge tudás. A tudás nem biztos, hogy gyenge lett volna, de a többi tanuló értelmi képességei igen gyengé lettem, és így átmentem szakközépiskolába. Bocsáss meg, ezek milyen szakiskolák voltak, milyen szakirányú? Általános állattenyésztő. Na. Szakmunkásban kezdtem, ott egy évet elvégeztem. Hát onnan átmentem a szakközépbe, kezdtem előről, ott 4 év. Azt a mindenit. Utána még 2 év technikumot. Igen, nem egy könnyű munka azért nyilván, tehát itt ugye az ember azt gondolja, hogy csak kihajtod, behajtod. De hát nyilván azért ez nem... Több ember ezt látja, igen. Igen, nem erről szól, ugye pont ezen állatokról szokták mondani idézőesen, hogy olyan csendes állatok, tehát nem jelzi, ha baja van, nem szól, nem fáj, nem nehéz észrevenni. De hát nektek olvasni kell a jeleket, tudni kell gyógyítani, tudni kell egy csomó mindent az állatokkal kapcsolatban, takarmányozással kapcsolatban, ugye? Tehát, hogy azért ez egy jóval összetettebb, bonyolultabb munka, mint amit az ember gondol, nem? Igen, ez így van, persze. Ha téged most visszahívnának az iskolapadba, hogy ülj be új dolgokat tanulni, mennél? Az a helyzet, hogy a dolgok, amit meg kell tanuljon egy juhász, az gyakorlat. És az a probléma, hogy elméletben, amit oktatnak, az nem fedi. Nem fedi ezt a gyakorlati tudást. Hát kérdés, hogy most ugye mit csinálnak, egyetemi juhászképzés indul Magyarországon. Hát én
hallottam erről, de én nem, hogy mondjam, azok a juhászok, akik 10, 20, 30, 50 éve juhászok, azoknak a tudása meghaladja bármilyen egyetemi képzés tudását. Igen. Hát nyilván egy csomó mindent tudok. Képzeljünk már el egy elméleti órát terelésből. Nézzük az első órát, tessék. Furujázás. Tudsz furujázni? Nem igazán. Sőt, a szokorozni sem. Második óra. Birkák herélése foggal. Megy? Simán. Tényleg? Ezt többen írják nekünk SMS-be, hogy ez egyébként ez van, aki tényleg így csinálja, ír egy hallgató, hogy az ő apja konkrétan foggal herélte a birkákat. De gyerekes sörért? Nem, hogy ez fogadásból? Nem, hogy ez egy bevett dolog, ez igaz? Igaz, hát. Igen, így van. Még malacot is. Hát a malacot azt nem. Dehogy. Aha, Feri még nem, bikát nem. is heréltek foggal. De a Feri azért tudja, mert december 25-én mindig kizavarták. Feri, vége a karácsonynak, király, malacot herélni! Igen. Aki nem herél ki egy malacot, nem vacsorázik. Figyelj, ezt hogy néz ki ez a foggal herélés? Hogy fiatal korában, vagy amikor megszületik, vagy egy idő után, amikor ivar érett lesz? Hát, hogy? Nem, hát akkor már nem szokták. Veszélyes, mikor a felnőtté válás már olyankor veszélyes, ugyanúgy, mint a sertésnél, hogy minél hamarabb, annál könnyebb kiherélni, mert azok az inak idegek, amik tartják magát a herét, azok könnyebben elválnak olyankor. És egyszer ráharapsz a herére, és letéped? Így van. Nem, kihúzom neki tövestől, mert vannak ilyen gyökerek, amik tapadnak, ugye? De vagány! Én ezt is felírom a bakancs listámra. De várj, hogy neked csinálják meg, vagy hogy te csinálj. Én már öreg vagyok ahhoz, hogy nekem csinálják. Nagyon gyerekek, most ide egy birkát, ki akarok egyet herélni foggal. Komolyan Figyelj. Mondom, ha valaki tízig behoz bárány. Egyet, én kiherélem. Ja, bárány, jó, bárány. Igen. Én az egyébként, hogy a tyúka is, a liba is egyforma. Balázsnak jó lesz egy rohadt nagy kos is. Rohadt városi vagyok. Figyelj! Hát nem biztos, hogy egy rohadt nagy kosnak a heréi beférnének a szádba. Egyébként te ugye? De rágós vagy, semetek vagy, tök jó palira vette meg. Figyelj, de nem semmi érzéstelenítés, semmi. Tehát nyilván ez egy teljesen megszokott dolog, ugye nektek, csak nekünk városunk, ez kicsit olyan fura, hogy úristen, közben pedig ez a legtermészetesebb dolog, mint hogy amikor az állat szül, ott az ember kihúzza, segíti. Tehát ettől már annyira eltávolodik a városi ember, hogy ez a fura. Közben ez egy... Na, hát ezt nem tudom, hogy az egyetemen hogy fogják megtanítani. Hát a rektor bekiáll a színpadra, és azt bemutatja. Tanár úr, hát ezt nem így kell. Kedves tanulóink, megemelik itt a kis jószágot, szétfújják rajta itt a kócosát, jóra harapnak, a szájukhoz emeli. Hány állatot tettél már boldoggá így? Hát egy párat, igen. De egyébként a kost, vagy hát a kosbárányt azért herélték, már most ez nem annyira szokás, mert abból, hogy mondjam, jobban fejlődik. Ugye azokat a hormonokat, a férfi nemi hormont utána a herék ugye nem termelik, és ezáltal jobban növekszik. Az szokott lenni az ürű. Na most régen azt sok minden 3-4-4-et csináltak egy falkába, és azt meghagyták, azzal vezették a nyájat. Ha az ürük össze voltak szokatva, meg hát olyankor a juhokat nem piszkálták, csak az ürüt, azt irányították. Az hozzá volt szokva az emberhez, össze voltak kötve, és akkor a juhász szólt nekik, hogy hüelőre, ürüre, és a kutya is csak azokat forgatta, és vezették a nyájat. De okosan. Ilyen problémák voltak, hogy esetleg tűzeset, az ürüt át lehetett vezetni azon is. És úgy mentek utána, ugye. Akkor kaptak ők csengőt, kolompot, és azok vezették a nyájat. De jó, miket nem tud az ember, nagyon érdekes. A vezérűrű kifejezés. És ő ment a vezérűrű, és amerre ment, arra mentek a többiek. A kis pumiaitok is kapnak majd külön képzést, K9-esé felfejlesztik őket? Hát az a helyzet, hogy 100 kutyából egy lesz, ami jó lesz. Tényleg? Nagyon sok, van amelyik, ugye olyan, mint az ember, változó, nem mindegyik hajlamos. A mostani ebek nagyon kevés százalékban alkalmasak arra, mert ugye beltenyészet, túltenyésztés, minél szebb legyen, itt nálam nem számít. Nekem nincs is pulim, mert mudival operálok, ez bevált. Figyelj, milyen a hangot ad egy birka, amikor herélik? Hát kapjál fel egyet. Csináld már meg élőben most. Nekem most még apácáim vannak. Ezt erről nem akarok tudni. De ez nagyon jól legyen a te magánügyed. Hol lehet így élni, zsákán?
Így van. Na, ez is fönt van a Jani Bakancs listáján. Ezt is felírtam. Igen, ezt nem mond a rádióba, ez legyen a te magánügyed. Hagyjuk a magánéletedet. Azt jelenti, hogy hívják fiatal korban, nem akkor ízetik be, amikor első ciklusban, hanem várnak rá egy évet, és akkor jobban kifejlődik az anyajú állománynak való, és akkor most lettek ízetve először, úgyhogy ezekkel rengeteg probléma lesz, a jövő hónap 8-ától kell, hogy eljenek. Hmm. Na, de jó. Tessék, naptár is van hozzá. Hát azon gondolkozom, hogy egy ilyen egyetemi jó ez kérdése. Mit? Napra. Tényleg mit tudnak tanítani? Hát mindent tudnak. Ha mondjuk, hát azért... mondjuk az neked segítség lenne, ha például ilyen számítógépes farkas figyelő applikáció lenne? Hát nem igazán, mert az úgy, hogy mert mondjam, én szinte itt a legfontosabb a birkánál az egészségű állapot, a lába. Semmi más. Mert ugye legeltetünk, azzal szedi össze. Ha nem tud menni, ott vége van a történet. Ez mondjuk, ezzel vagyunk még így páran. Igen. Hát így van. Igen. És az a legfontosabb, hogy a láb rendben legyen, azt folyamatosan figyelni, valami. Ugye most sok esőzés volt, felpuhult a körmű, könnyen sérül, egy kavicsra rálép, már betörik a körme, azonnal csinálni kell, mert különben. De ez hihetetlen, hogy te ezt átlátod. Tehát most itt alsó hangulat van 1360 darab láb. A sajátjaidon, meg a pumikon kívül. Igen. Ja. Ja, hogy számolod? Honnan tudod, hogy 340? Tehát így minden nap lefuttatod őket egyszer? Vagy mert, csak így ránézel, és azt mondod, hogy hát kettő hiányzik, nagy a baj. Hát nem, mert körülbelül most is egy olyan 20 méter vagyok tőlük. Úgyhogy itt eltűnni nem tud. Nekem a fele eltűnne, nekem föl se tűnne. Ötlen, egy farkas mindig elragadna egyébként, egyet. Egyébként így, hogyha összecsapódnak, más, már úgy aki kívülálló ember, nem mondanának, hogy 340 darab. Aha. Nem tűnik annyinak. De amikor úgy szép annak széledben azért, ja, akkor úgy szép kis csapat. Hát ez nagyon jól hangzik. Van még egy mennemonda a juhászokkal kapcsolatban, nem tudom megkérdezni. Az csak a magas hegyi. Hát tudom. Magas hegyi juhászok, hosszú időn. Téli legelőre felhajtják az állatokat, és sokkal látják hosszú az asszonyt. Hosszú időn keresztül nem jönnek le a hegyekből, és magányosak, hogy ez... Ebből... Ez nem működ, állatkínzás. Így van. Jó, csak az állatnak fáj. Én ezt egyébként halálosan komolyan hallottam még hozzá talán, albánoknál, a kecskepásztorok, meg szamarak, hogy azért ez náluk egy egészen bevett dolog. De ez most kényszerűség, mert a kaukázusi pásztor nem szereti annyira, hátulról betámad. Hogy mindegy, de ezt mesélte nekünk ott talán egy idegenvezető valamikor, hogy ez náluk azért egészen bevett, és hogy nem is annyira furcsa, és hogy úgy, ez úgy egy generációs élmény, de hogy ez úgy mindenki tisztában van. Hát nem tudom. Nem. Aha, jó. Kinek a papni? Igen. Kinek maga kecske? Hát, nagyon köszönjük, nagyon érdekes szépen dolgokat mondta János, vigyázz magadra. Meg a birkákra. Jó legeltetés, hogy mit kell mondani? Hát, ja. Nincs ilyen, nem? Szép napot inkább. Szembe jön egy másik, jó, az akkor nem, nincs ilyen. Hát, szembe nem jön, körülbelül olyan 1 kilométerre látom anyáját. Naha. Na, jó, hát akkor hízzon, göndörödjön. János, köszi. Ciao. Hello. Szia. Teljesen értetetlen az egész. Tehát, hogy ők gyakorlatilag mindent tudnak az állatokról, meg hát ugye már Stadler József is megbizonyította pár évvel ezelőtt, hogy nem kell felsőfokú végzettség az, hogy az ember vissza tudja igényelni az utolsó vacsorának az áfáját. Igen. Na, Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint údolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafan csalogányai. Balázs, az egyetemi színpad az a katedra. Igen, köszönöm, csak nem jutott eszembe. Fellép a színpadra mondani. A rektor bácsi kilép a világot jelentő deszkákra. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok! Hello, szia. Dávid! Dávid, honnan hívsz minket? Balaton-Lelléről. Hoppá! Oh. Jaj, Istenem, a Balaton-Bermuda háromszögéből? Hát nektek nagyon kijutott most az utóbbi időben. Hát rettenetesen, az elmúlt egy hétből egy 2-3 napot úgy ki is dobtunk a kukába. Minden. Az egész országban nem esik se, de Balaton ellen biztos, ott mindig esik. Ott mi olyan, mint egy állandó felhő lelle fölött, igen. Mit csinálsz? Most esik. Szakács vagyok. Szakács vagy. Egyik olyan étteremben, amit elmosott a legutóbbi vihar, mert azt hiszem 3-at is el. Hát az sodom. Szinte mindegyiket szerintem akkor a vihar volt. Jól van. Titeket nem. Mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Hát
Óven bácsi rájár egy így kicsit. Beru néni már sokszor mond nemet. Óven bácsi foggalmathat. Beru néni megint nemet mondott, fáj a feje. Óven bácsi alternatív megoldásait halljuk. De mindegyik bárány akarja. Hát szerintem itt az van, hogy ne. Csak engem ne. Óven bácsi, csak engem ne. Tudja a fene, nekem ez kicsit úgy hangzik, hogy minket és minket. Belénk. Ja. Na, mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. La la la. La la la. Halló? Itt vagy? Itt vagyok, nagyon mekegnek. Na figyelj, mutatjuk még egyszer. La la la. La 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 la. Hát, megvan őszint, de nem tudom. Hát kiveszük a bögrét, és akkor mutatunk egy hosszabb részletet. Figyelj. La la la. La 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 la. La 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 la. Nagy sláger volt. Jó, jó. Hát. Ja, de tényleg az volt. Ismert. Nincs meg? Így se? Ennél többet nem tudunk mutatni. Bökökre Ákos? Nem. Ajjaj, nem, 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 nem. Figyelj, mutatom, jó? Mi van a mágussal, gyerekek? Olyan régen hallottunk róla. A mágussal? Mi van vele? Mi van? A varázslóval, a mágussal, az Istennel. Madonnával. Meg Lady Gaga-val. Dávid, Kozsó lett volna, illetve pontosabban Ámok futók, Szomorú szamuráj. Hát, én is azt vagyok. Az vagy, igen. Köszi a játékot. Hello, Dávid, ciao. Szia. Pedig ez tudható volt. Hát ez egyszer beégett onnan, semmi sem. Talán csak egy kis elektrosok. Igen, szomorú. Szomorú juhásznyáj, írja valaki. Szomorú juhásznyáj. Igen. Jól van, 8 óra van pontosan. Jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 14 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, Városmajor után a rendőrei igazi álmukat alusszák, mint Csipke Rózsika, nehogy valaki megpuszíja őket, ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen. Gyerekek, megint nem jól szólok valami, nem? Be van nyomva egy plusz mikrofon, vagy semmi? Nincs, semmi. Ugyanoktál minden gomb, déli 12. Azt egy kicsit lehalkítod nekem? Aha, most igen, én adok magamnak. Igen, ez lesz nekem a... Aha. Ez a jó beállítás, gyerekek. Azt mondja, hogy M3-as 42-es kilométerénél készülnek fotózni. Aztán M7-esen is van egy trafink Székesfehérvár előtt, a 62-es kilométernél egy kicsit elbújtak, úgyhogy mindenki figyeljen, már jár a MÁV állítólagosan. Uh-huh. Az még csak hagyja, hogy jár, de nem is késik. De az ország még olyan pontján. Sokat. Igen, igen, a Vác-Budapest vonalon. A 47-es úton a 28-as kőnél drága tablóképek készülnek Berettyú Újfalú felől, ez pedig Luizi küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. Megvan. Az összeset elmondtam. Elmondtam az összeset? Hát szerintem nagyjából igen. Nagyjából igen. Aha. Igen. Léggitározom az istálóban. Üdv a zeneszerkesztőnek, Tamás. Ez egy nagyon jó kis feldolgozás. Igen. Mi tettük be? Fallout Boy. Aha. Akkor magunkra vesszük a dicséretet. Köszönjük. Fallout Boy se játszunk egyébként. Játszhatnánk, hiszen van nekik egy rakás olyan slágerők, amik ilyen 10-15 milliós nézettségeket produkálnak fönt. Igen. A videó megosztó portálokon. Jó kis zenekar. Biztos a klip miatt, nem az zene miatt nézik, érted? Ja, tényleg, mert színes HD. Igen. A horoszkopom szerint ma nagyot kell ugranom. Talán a hármas ugrás a gondol? Hát majd meglátjuk. Imádom ezeket a horoszkópokat, ritkán olvasom el, de mindig nagyon jól szórakozom. De az ember nem csak abban hisz, ami pozitív. Tessék? Tehát, hogy elolvasod, és azt látod, hogy mit tudom, hogy bika, rák, vízöntő, akármi, ami éppen vagy, és akkor hogy ezen a hétvégén, hogyha minden jól jön össze, és kedves leszel a barátnődhöz, és nem feledkezel meg a fontos dátumot, stb. Akkor
Nem, ha rosszat írt, akkor rágörcsölsz. Aha. Szerintem elkezdesz hinni benne, hogy ma tényleg a fejemre esik a tégla. Jaj, de hát ez csak egy ilyen szütykös magazinban a horoszkópát, mert érted, miért kéne nekem elhinni? Igen. Na, volt egy ügy, amiről mi teljesen tudatosan nem beszéltünk egészen sokáig. Vártuk egy kicsit, hogy lecsillapodjanak a kedélyek, mindenki egy lépés hátra tudja lépni, és némi objektivitásra tudja a dolgot megvizsgálni. Ugye, talán pontosan egy héttel ezelőtt történt a kombinós ügy, ugye? És hát akkor nagyon sokan felháborodva írtak, kommenteltek, újságcikkek jelentek meg, mindenki egyébként teljesen joggal ennek az embernek a fejét akarta. Ugye, ha valaki esetleg nem tudná, egy zavarodott a viselkedő férfi, a villamos alá lökött egy idős asszonyt, aki szegény, ugye hát ott a helyszínen meg is halt, és hát nagyon nagy felháborodást váltott ki ez az emberekből, nyilván azonosulva ugye az idős hölgyel, szegénye, a családjával, viszont nem csak erről van szó, ugye, hanem mindenki az idős nénben saját magát is látta, és nyilván a felháborodás érzelmi oka, vagy egyik oka az, hogy az ember ilyenkor elgondolja, vagy belegondol abba, hogy mi van, ha az egyik szerette állott, vagy éppen ott ő, és valamilyen elmeháborodott, idézőjelesen elmeháborodott, mert azért vártunk pontosan ennyit, hogy kicsit mindenkiben ez az ügy lenyugodjon, egyszer csak odáll mellé, és belöki a villamos alá. Ugye, tudatosan nem foglalkoztunk ezzel egy ideig, nagyon sokan úgy is megtették, vártunk egy kicsit, most viszont szerintem érdemes az ügyről beszélni, leginkább, hogy mi a tanulsága, meg hogy mi várható a jövőben természetesen. És hát itt nagyon sok minden szóba jött, ugye az opni bezárásától kezdve az új ujjaraj nyitásán keresztül rengeteg kérdés merült föl azon orgánumokban, akik ezzel foglalkoztak, mármint magával az ügyel. Leginkább az, hogy hogy van, hogy egy ilyen ember, akinek már volt egyébként előzménye, és már volt ugye a rendőrséggel dolga, hogy teheti ezt meg. Ugye nagyon nagy felháborodást keltett, és nagyon sokan foglalkoztak a dologgal. Nem is kevés ügye volt már ennek az embernek. Igen. De hát azt gondolom, hogy ez volt ez nagyon rossz volt, de kiteljesedése a dolognak, és megint egy kicsit azt érzem, ezt már oly sokszor beszéltük, hogy mindig akkor merülnek fel ezek a kérdések, amikor már megvan a tragédia. Tudod? Tehát, hogy előre is lehetett volna ezen gondolkozni, de most viszont gondolkozunk nagyon, és akkor most mi a helyzet? Mi lesz vele? Hova teszik? Teszik valahova? Hát ez egy jó kérdés, igazából. Azt nem tudom, hogy tényleg az opnit szokták emlegetni mindig, hogy az bezárt, és akkor itt ránk szabadították ezeket az embereket. Én ezt egy kicsit távolságtartással kezelném egyébként, de vannak az emberben kérdések, igen, hogy egyrészt ezek az emberek, ezek hol vannak, ezeket az emberek, ezeket kilátja, ugye, és hát a törvényi hiányosságok miatt azért egy csomó mindenre nincs lehetősége az orvosoknak, akiknek egyébként ezt biztosítani kellene. Miután az opniból őket kitették, valaki foglalkozik velük? Tehát ez erre az emberre ránézett orvos az elmúlt x évben? Az a baj, szerintem egyébként megmondom nektek őszintén, hogy én pont ezzel az emberrel kapcsolatban nem érzem, hogy igazából ez annak a következménye lenne, hogy az opnit bezárták, mert ez az ember, ez aki saját magát azzal menti fel, hogyha bevörösborozom, akkor agresszívé válok. Ez az ember, én nem gondolom, hogy tipikus pszichiátriai eset lenne. Túlságosan tudatosan nyilatkozik, aha, ő meg túlságosan tisztán látja kívülről saját magát ahhoz, hogy őre azt lehessen mondani, hogy na, tipikus pszichiátriai eset. Ez az ember, ez mindig, amikor ivott, agresszívé vált. A környezetét vegzálta, bement vegyes boltokba, agresszív volt, akár még a tetlegességig is elment, és lehetett rá számítani, hogy ő valamikor mondjuk egy ilyen szituációba keveredik, és mondom, saját magát ő tökéletesen apostrofálni tudta. Na most egy pszichiátriai esetnél, egy olyan embernél, akinek zavart a tudatállapota, hát ez a legritkább esetben szokott előfordulni, hogy definiálni tudja saját magát, a saját helyzetét. És árnyalat a dolog, mert a skizofrénia egyik lényeg, hogy mondjuk itt kettős személyiséggel az egyiket teljesen normális, attól függ, hogy melyik személyiséget lép elő, ugye? Tehát, hogy azért ezt szerintem egy picit árnyaltabb. Tehát a skizofrén is, vagy a skizoid hajlamú ember is sokszor egyébként teljesen tisztán tudja definiálni. Nem akarok magát szakmázni, azért mert nem értek hozzá, nagyon nehéz. De ő kristály tisztán megfogalmazta, igen, azt, hogy ő mikor válik olyanná, ami mondjuk veszélyes lehet az embertársaira, a környezetére nézve, és ez fura volt így hallani. Igen, egyébként olvastam egy nagyon érdekes kutatást, ami azt mondja, hogy a skizofrén emberek között, vagy a skizoid hajlamú emberek között egyébként nem több a gyilkos, vagy a potenciális gyilkos, mint az átlag populációban. Tehát, hogy ettől nem kell félni, szerintem azért, hogy sokan egy kicsit ezt így elhamarkodottan mondták, vagy talán felületesen ismerik a dolgot, tehát az opni bezárás azért az nem azt jelenti,
jelenti, hogy most itt kiszabadult, nem tudom, 2000 több potenciális tömeggyilkos, aki egyébként ugye itt járkál most közöttünk. Ebben inkább az az érdekes szerintem, és az a megdöbbentő, hogy amikor ezeket az embereket szélnek eresztették, tulajdonképpen nincs most meg az a fenntartó gyógykezelés, ami nagyon-nagyon igen. kellene. Tehát nincs az, segítsen rajtuk, tehát nincs mert azért ez is szempont. Nincs meg ugye a kontroll, tehát itt nem arról van szó, hogy 3000 embert kiengedtek, és ez a 3000 ember, vagy 2500 ember most mindenkit meg fog ölni, és potenciális gyilkosok járkálnak közünk, nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy megszűnt az a fajta fenntartó gyógykezelés, ami talán a legfontosabb lenne, vagy nincs rá lehetőség, ahol ezeket az embereket ugye folyamatosan csekkolják, nézik, hogy beszedi-e a gyógyszert, kötelezik arra, hogy beszedi-e a gyógyszert, vizsgálják, megnézik, és ha nem, akkor mondjuk visszaviszik. Ugye jelen pillanatban most jogilag kötelezni járó betegkezelésre nem nagyon lehet senkit, nem. A környezetén múlik, illetve saját magán, hogy beveszi a gyógyszert, és ez a veszélyesebben szerintem. Nem az, hogy most 3000 gyilkos jár között. Meg nem védekezni kell, hogy... bocsánat, nem védekezni kell előlük, vagy tőlük, hanem ki kell mondanunk azt a szót, ami egyébként az esetükben fontos, az, hogy gyógyítani. Tehát nem egyszerűen nem lesz felügyelni. De hogy nem leszed állásról van, szóval nem, ha lehet, akkor ezeket gyógyítani azért kell baromi, ezeket az embereket. Azért baromi nehéz, és azért nem tudnak a pszichiáterek se nagyon mit csinálni, mert ha valakit ma egyébként, mit tudom, bevisznek a pszichiátriára, akkor törvényi lehetőségek vannak, hogy meddig lehet bentartani. Azt hiszem, talán ez 72 óra. 72 óráig tudod te bentartani. Utána már, mit tudom, orvosszakértő vagy bíró mondja meg, hogy bent lehet-e még tartani. De abban a 72 órában ő egyébként normálisan viselkedik, akkor ki kell, hogy engedd. Na most van, aki ki tudja számolni, hogy mikor kell normálisan viselkedni, tudja a kontrollt. Tehát, hogy itt inkább az a dolog veszélyes, hogy azok az emberek, akik a bezárással utcára kerültek, effektíven nincsenek felügyelve, ami nem azt jelenti azért, hogy ők gyilkosok, és ők meg fognak ölni valamit a közvetlen környezetükben, hanem nincs rendszer az ő életükben. Ki nézi azt, hogy ők beveszik-e a gyógyszert? Ki figyeli őket? A család? Oké, mi van, ha a család türelme elfogy? Mi van, ha szélnek keresztik? Rengeteg ember egyébként hajléktalan szállóra kerül. Vagy megy el a családtól. Nem gondolnám egyébként, hogy hajléktalan szállón, ugye az OPNI bezárásával tényleg sokan kerültek hajléktalan szállóra. Ott például azért nem gondolnám, hogy azt nagyon sokan kontrollálják. Most egy beteg embertől nem elvárható, hogy ő napi rendszeressége egyébként felírja, megvegye, beszerezze, felírassa és kontrollálja saját magát. Úgyhogy hát szerintem ebben inkább ez a megdöbbentő, illetve hogy hány olyan ember van, aki mondjuk potenciálisan jelenthet valamit. Egyet hagyj fordítsak azon a dolgon, hogy te azt mondtad, hogy nem azt jelenti az OPNI bezárás, hogy 2500 szerintem nem, de ugye megkérdezünk erről egy szakértőt. Potenciális gyilkos van, ugye te ezt mondtad. Én egyet hadd fordítsak ezen. Ha az intézmény működik, és például ez az elkövető gyógykezelés alatt áll, akkor lehet, hogy ő ezt az idősnél nem. Én ezt értem, most nem azt mondom, hogy nincsenek olyanok, akik ezt elkövetnek. 2006 vagy 2007-ben zárták be az OPNI-t. Egy nem nőtt meg a bűncselekmények száma, tehát azért azóta, ha megnézed, hogy hány zavarodott elmeállapotú ember követett el gyilkosságot, akkor nem nőtt meg a bűncselekmények száma kiugróan, vagyis azt jelenti, hogy ezek az emberek azért, ami nem azt jelenti, hogy nem nőhet meg. Persze, ha van az OPNI, akkor lehet, hogy ez akkor a dolog. Lehet, hogy ez nem történik meg. A potenciális gyilkos, hogy hívják a titulus, és inkább ilyen potenciális erőszaktevőnek fogalmazná meg, ugyanakkor viszont hadd kérdezek valamit, tehát hogyha esetleg megnéznénk azt, hogy a százalékos arányokat, hogy hány olyan bűncselekmény, vagy látszólag indokolatlanul elkövetett erőszak, adott esetben egy gyilkosság történik az országban olyan emberek részéről, olyan elkövetőkkel, akik soha nem szorultak semmiféle szintesziátékezésre. Azért azt is érdemes lenne megnézni. Igen, ez megint egy érdekes dolog, mert hogy Európában azért a legtöbb helyen az ember utána olvasott, látja, hogy van kötelező ambuláns ellátás. Tehát azt mondják, hogy nem zárunk be téged, és ez nagyon-nagyon fontos, nem zárunk be, de együtt kell működnöd a pszichiátriai kezeléssel, vagyis be kell venned a gyógyszert. Ha nem tartod be ezeket a szabályokat, és nem figyelsz oda, vagy a környezetedben nincs, aki kontrollál, vagy te nem kontrollálod ezt a dolgot, akkor visszakerülsz a kórházba. Na és ez az eljárás az, ami szerintem egyébként a leginkább hiányzik Magyarországon. Ez a fajta ellátás, tehát az a fajta kontroll, ami nincs meg, és ezt kéne valahogy visszahelyezni. Igen, hogy oké, gyere szedbe. Hogyne, van egy kötelező ambuláns eljárás. Egy ilyen ember nem fog bemenni neked kontrollra. De azért ez Európában működik, de hogy nem. Persze. Vagy ott a család, a rokonok beviszik? Van kötelező ambuláns eljárás, kötelező. Abban a pillanatban, hogy te nem jelensz meg, abban a pillanatban te utána számon kérhető vagy, és ez a fajta ellátás hiányzik Magyarországon. Igen. Mert ugye az intézményesített forma, ha valaki amellett tör pálcát, akkor az lehet az egyik legfőbb ilyen pozitívum benne, hogy ott a beteg, nem tud kimenni. Érted? Igen. Míg ha azt mondod, hogy gyere vissza hetente egyszer kontrollra, hát egy ilyen állapotú betegnél nem tudom, hogy lehet-e ilyet kérni. Igen, bizony. Ráadásul sokszor ezen embereknek egyébként ugye az is nagyon
érdekesebben, vagy hát nehéz, inkább ezt a szót használom, hogy magának a betegnek sincs betegség tudata. Tehát, hogy ő nem tudja saját magáról, és ezért nehéz őket ugye bármire is kötelezni. Sokszor ez is előfordul. Azt egyébként tudjuk, ezt az európai kötelező ambuláns ellátási rendszert azért nyilván meg lehetne valósítani Magyarországon. De azért ez egy baromi nagy hiba, hogy ezek az emberek szinte teljesen kontrollálhatatlanul jöhetnek, mehetnek, és semmiféle hatásköre vagy jogi lehetősége nincs mondjuk azon szakembereknek, akik értenek ahhoz, hogy valamilyen szinten benyomást gyakoroljanak ezen beteg vagy zavarodott elmállapotú emberekre. Nincs. Egyszerűen nincs törvény adta lehetőségük arra, hogy ők ezt kontrollálják. Pedig nyilván a magyar szakértelem azért itt van, tehát nem erről van szó. És még sincs, nem? Ebben ez a fura. Na, mindjárt megkérdezzük a szakértőt, aki azért nálunk el sokkal jobban ért. Dr. Vizi János pszichiáter itt van a vonalban. Halló, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Doktor úr, hallotta a beszélgetést, amiről itt beszéltünk? Mikor kapcsolódott be? Hallgattam, igen. Engem ez a kötelező ambuláns ellátás érdekel a legjobban, hogy ez valóban így van, hogy Európában ez nagyon sok helyen működik, és Magyarországon tényleg nincs egy olyan, ahol ezeket a betegeket valamiféle együttműködése lehetne késztetni, hogy járjanak be, szedjék be a gyógyszert, ha nem történik meg, akkor viszont visszakerülnek a kórházba. Igen, ez sajnos valóban így van, mármint az a része sajnos, hogy nálunk ez nem működik, és ez nem kötődik, ugye sokszor esik az opniról, az opnihoz sem kötődik, akkor se volt, amikor az opni működött, és az opni ugyanúgy működött, mint mármelyik pszichiátria akkor és most, tehát onnan ugyanúgy ki kellett engedni ezeket a betegeket, hogyha a jogi lehetőségei a akarata ellenére bentartásnak megszűntek. Tehát ezek is kicsit a köztudatban helyre kéne tenni, hogy az opni nem volt őrzőhelye ezeknek a betegeknek, ugyanúgy, ahogy a mostani pszichiátriák sem. Mi az oka ennek, amikor gondolom, hogy a doktor úrjék sokan összefogva próbálják azért a törvényhozókat arra bírni, hogy valamilyen szinten ezt a kötelező ambuláns ellátást tegyék lehetővé, vagy tegyék kötelezővé. Tehát mit mondanak, vagy mi az ellenállás oka, hogy ezen emberek ma Magyarországon kontrollálhatatlanul jönnek, mennek, léteznek közöttünk? Hát én ezt igazából nem tudom megmondani, mert az új egészségügyi törvénynek a megalkotásánál én nem voltam ott. Van egy érzésem, hogy ugye ez a törvény nem sokkal a rendszerváltozás után kezdték megalkotni, és akkor talán egy picit túl lendült az inga a jogvédelem irányába, ugye ne felejtsük el, hogyha egy beteget a pszichiátrián akarata ellenére ott tartanak, az gyakorlatilag egy egészségügyi jogból kirót szabadságvesztés, ami jelen pillanatban a legsúlyosabb büntetés Magyarországon. És hát elfelejtődött egy picit az ellensúly a részben a társadalom védelme részben, hát ezeknek a betegeknek se jó, hogy kezelés nélkül maradnak. Szüksége van egyébként így mondjuk így a statisztikák alapján a társadalomnak védelemre? Ezek ellen az emberek ellen? Hát természetesen nem véletlen, hogy ez a évszázadok során mindig volt valamilyen fajta kontroll igénye a társadalomnak. Hangsúlyozni kell, hogy elsősorban nem is a társadalom, mert ugyan az újabb kutatások szerint a pszichotikus betegek és nem csak a skizofréneket kell ideérteni, az átlagosnál egy kicsit veszélyesebbek lehetnek, egy részük természetesen, főleg azok, akik alkohollal és droggal élnek. De az a specialitás egyébként általában az emberöléseknek az a specialitás, hogy általában rokon hozzátartozó család, stb. Az elkövető. A betegeknél ez még inkább így van. Tehát ez a jelenlegi kombinós eset, és hangsúlyozom, még nem tudjuk, hogy igazából pszichiátriai betegség van mögötte, vagy alkohol, vagy más. Ez egy nagyon különleges eset. Tehát a betegek nagyon ritkán támadnak idegenre, különösen ritkán támadnak idegenre, úgymond csak úgy spontán. Az más kérdés persze, ha provokálják, vagy valami ilyesmi. Tehát ezt
nagyon jó hangsúlyozni, vagy pontos hangsúlyozni, hogy nem kell az embereknek félni, sokkal jobban kell félniük az úgynevezett egészséges emberektől, mint a betegektől. Igen, ezekről a százalékokról beszéltünk a megszólás elején, hogy nincs nagyobb százalékban, igen, az elkövetők között olyan, aki... Egy picit igen, csak ez egy speciális elkövetés. De annyira picit nagyobb az arány, hogy ezzel egy egyszerű embernek nem kell számolnia. De jól értem, akkor tulajdonképpen, hogy jelen pillanatban Magyarországon az a helyzet, hogy azon emberek, akik mondjuk nem járnak erre a gyógykezelésre, és most nyilván az ambuláns ellátásra gondolok, nincs egyfajta kontroll, csak és kizárólag rajta, vagy rajta, és a környezetén múlik, hogy beszedi a gyógyszer senki máson? Hát többé-kevésbé igen. Azért ez megdöbbentő. Elvileg ugye ezt is hozzá kell tenni, hogy hát egy darabig azért volt ebből kisebb probléma, mert a pszichiátriai gondozók is leépültek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a eleve nem csak az OPNI bezárásáról van szó, nagyon sok pszichiátriai osztályt zártak be. Egyébként is nagyon lecsökkent az ágyak száma, és az volt az ígéret, hogy hát párhuzamosan viszont az ambuláns ellátás fejlődni fog, ehhez képest az is leépült. Tehát régebben inkább volt ideje, kapacitása, energiája a gondozóknak, hogy kimenjen az orvos, a gondozónő, hogyha a beteg nem jelentkezett. Most erre már nem nagyon van lehetőség. Ugye szó volt a betegség belátása. Amikor a beteg kijön a kórházból egy viszonylag jobb állapotban, akkor általában megvan ez a betegség belátás. Uh-huh. Ők együtt, de utána ez csökken, ugye? Amikor vissza, utána tehát a betegség tudat, igen. Akkor... Igen, ebben ez az ijesztő, hogy a betegnek sokszor ilyen esetekben elmúlik a betegség tudata, vagy hogy nincs betegség tudata. Igen. Ilyen zavartabb emberek esetében nyilván nehéz ezt elvárni, de ők kötelezve vannak arra például, hogy amikor elhagyják a kórház épületét, akkor jelezzék, hogy mi lesz az állandó lakcímük, hogy hova költöznek, illetve hogyha ők ezt bejelentik, akkor értesítik azt a kerületet, vagy mondjuk ahhoz a körzethez tartozó orvost, gondozói szolgálatot, hogy egy ilyen ember él, vagy fog lakni a közelükben? Hát itt is van probléma, mert egy picit hogy a kollégák a különféle műhibák, meg perek, meg egyéb eljárások miatt egyre jobban félnek. És elvileg jogi lehetőség van arra, hogy ők a gondozót értesítsék, ha egy beteg elhagyja a kórházat, de egy kicsit túl szigorúan értelmezik a jogszabályokat, és nagyon sok osztály nem küldi. Régen ez egy abszolút bevett gyakorlat volt, hogy az osztályról a zárójelentést küldték a gondozónak. Most sok helyen félnek ettől, és nem küldik. De visszatérve, hiába küldik sajnos, mert hogyha beteg nem megy el önként, akkor most már nem nagyon van kapacitása arra, hogy utána menjenek. Ugye említették a beszélgetésben a nyugati példákat, ott nem csak a betegre van bízva, hogy megy vagy nem megy, hanem egy nagyon komoly szociális ellátóhálózat, támogatóhálózat működik az egészségügyel szoros együttműködésben, és egyszerűen utána mennek a betegek, és nem csak arról van szó, hogy beterelik ottani, tehát nincs gondozó, ez egy magyar specialitás, ez az ottani járó beteg szakellátásba, és a beteg nem csak azt érzi, hogy itt lihegnek a nyakamba, és kényszeríteni akarnak a gyógyszerbevételre, stb., de nem segítik egy csomó mindenbe, hogy a különféle segélyekhez hogy lehet hozzáférni, stb. Tehát a beteg, ha jól működik, akkor nem azt érzi, hogy engem itt valamire kényszerítenek, hanem segítenek, és ennek egy része az, hogy igen, a hát ez egyfajta kellemes, igen. Kölcsönös együttműködés igen, alapján igen. Működő ellátás. Igen. A szomorú ebben az, hogy azért azt olvassa az ember, hogy nagyon sokan vannak hajléktalan szálon, kettő, hogy az ilyen esetek egyébként azért is nagyon veszélyesek, mert ezen emberek, akik egyébként nem saját akaratukból lettek vagy váltak beteggé, kapnak egy olyan megbélyegzést, illetve a társadalomtól egyfajta félelmet, amik szerintem nagyon-nagyon rongálják. Egyrészt a gyógyulási esélyeket, kettő, hogy valamiféle rendszer legyen ebben a dologban. Tehát, hogy azért kell egy kicsi távolságot tartani egy-egy ilyen
esettől, ami megtörténik, mint a kombinós eset, mert hogy azért itt szerintem a médiának is nagyon nagy felelőssége van. Hogy támogassa ezt a dolgot, valami ne félelmet és megbélyegzést keltsen, hanem sokkal inkább együttműködést és egyfajta párbeszédet vagy segítséget szolgáltasson. Doktor úr, nagyon-nagyon szépen köszönjük, fontos dolgokat hallottunk, jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, dr. Vizi János pszichiáterrel beszélgettünk, köszönjük szépen. Jó, hát csak te átlagemberként mit tudsz tenni, amikor az orvostársadalom se tud? Nem nagyon, én csak azért mondom, hogy igen, egy érdemes úgy kezelni ezeket az eseteket, igen, hogy azért ők nem potenciális gyilkosok, persze ez most megtörtént, hanem segítségre szoruló emberek, akik nem önszántukból lettek betegek, és most nem róla beszélek konkrétan, hanem hogy tehát itt nem az elszigetelés a lényege az párbeszédnek, hanem hogy ezek az emberek ezek megjelenjenek, és elinduljon ez a fajta ambuláns kezelés. Ami viszont azért megdöbbentő, hogy nincs. Gondoljátok, hogy itt járkálnak közöttünk, és senki nem kontrollálja őket. Azért ez egész egyszerűen elképesztő. Mit tudom én, a környezetük mellé a szakemberek nem tudnak róla, semmit, hogy ők ott vannak. Nincsen náluk ugye a kortörténetük. Egy gyakorlatilag, amikor ezek az emberek adott esetben kijönnek a kórházból, akkor ez köddé válnak. Akkor ennyi, eltűnnek, és onnantól kezdve nem tudod, hogy hol vannak, nem tudod, hogy mit csinálnak. És ez az ő szempontjukból is egyébként egy. Hát szegények, és gondold a hozzátartozókat, akik próbálják kezelni, próbálják inni, próbálják beadni egy gyógyszert, csak eltűnik egy napra, két napra, tehát itt nem is csak attól kell félni, persze nyilván jogos félelem, hogy valamit elkövetnek, hogy valamit csinálnak saját embertársaik ellen, hanem ez a fajta légkörben élni kell, szóval ez is elképesztő lehet. Egyébként igen, és hát, hogy nincs segítség. 8:30 úr, pontosan 7 perce lehet jelentkezni hármasugrásra, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 3 perce. Hello mindenkinek, Nyíregyháza és Debrecen között lehet, belefutottam egy trafiba. Ma van 2 hete, hogy történt, de eddig nem kaptam értesítést. Aggódjak még? Kérdezi Janó. Hát a 2 hét az még messze van Ámvas megye. Aha. Odaér a trafibax kép, odaér, gyalog, hozza a galamba levelet. Ajjajjajjaj. Igen, várjál csak. Az még egy hetet várjál, utána fellélegezhetsz. M35-ösen a 25-ös és a 26-os kilométer között trafi, civil autóból mérnek szemben a forgalommal, miközben a leállósávon. Ez milyen barátságos, nem? Lerobbant jármű az M0-as jobb oldalán, az M1 felől az M5-ös felé vezető oldalon, a belső sávban nagy téténynél veszélyes. Köszönjük szépen. Mi ez a zokni, kérdezi valaki. Milyen zokni? Opni. Ja, hogy ez, ja, ez humor. Ja, jó, ez nem, ez nekem nem esett le. Aha, a zopni, és akkor így a zokni. Értem. Aztán nézem, hogy van. Még Győr mellett Ikrénnél nem működik a vasúti átjáró, a fénysoron vigyázzanak. A vonatok, nehogy az autósok letolják őket a sínekről. Igen, Petya a gázos. Ne féljetek, úgyse jár a vonat arra. Persze. Ne aggódjatok. Mi van most ezen a Vác-Budapest szobvonalon? Hát, mindig szobás van? Hát egy picit. Igen? Egy picit még erre áll. Erre áll a szája sajnos az utazó közönségnek. Mit nézem ebben a pillanatban, azt mondja, hogy kérlek szépen, a MÁV.hu-n továbbra is egy 6:30-as hír van, ami szerint a Budapest-Vác-Szob-Vasút vonalon az utasok 60-70 perc közötti késéssel számoljanak a reggeli és a délelőtti órákban. 60-70 perc késés. 60-70 perc. Hát az ott már pókjárásról begurulok szobról, nem? Hát kb. Hányszor fogadja el egyébként a munkáltató, hogy te vonat késés miatt késel? A jó fejség kérdése, hát szerintem egy évi 3 max. Figyelj, a blitzelésnek az a bérlet otthonhagyás tőlem a BKK 2-szer fogadja el egy évben. Ez egy érdekes téma lehet egyszer, nem? Aha. Hát mondom, munkáltató kérdése, szerintem valaki azért megengedi. Te rendesen időben felkelsz, becsületesen dolgozol, kiállsz a megállóba, várod, hogy jöjjön a vonat, és 5-5-szörre késik 60 percet, és te mondjuk elveszíted az állásodat. Akkor mi van? Hát bekopogtatok a MÁV-nál. Vannak rugalmas főnökök, akik azt mondják, hogy mondod, oda mész haza, és mondod neki, hogy hát most bocs, főnök, hogy késtem egy órát. Nem baj, semmi gond, de egy órába később mész haza. Bár csak így lenne, mert akkor még mindig van lehetőséged ledolgozni. Mindig van lehetőséged ledolgozni. De van, ahol félek, hogy azért ez nem így megy, hogy jaj, kedves Aranka, hát 6-szor jön 7 helyett 8:30-re, hát akkor semmi baj. De egy évben tudjuk, egyszer csinálod, egy héten 4-szer, vagy 5-szer. Az kemény. De egyébként, ha már mondtam a BKK-t, csak üzenem az Akácfa utcába, hogy tudom, hogy tűkön ülnek, hiszem a 2 rugót. Megyek. Ott vagyok. Zárás előtt. Ha többet kell fizetni, akkor Balázs is beszáll. 2 munkanapod van, úgyhogy nem a 10 óra 20-at fogják nézni, hidd el. Érkezett hozzánk valaki meglepetésből. Hello Évi, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Te vagy a meglepetés nekünk? Nem igazán, nem? Én csak azzal jöttem. Azzal jöttél? Mit hoztál nekünk?
Hát én a Szemenfény Alapítványtól szerettem volna az összes dolgozónk és a szervezet nevében megköszönni nektek a lehetőséget, hogy két héttel ezelőtt megjelenhettünk a műsorban, és hoztam nektek a kollégám segítségével egy nagyon szép tortát, amit szeretnénk átadni nektek, illetve egy emléklapot, amin szerepel az összeg is, ami több mint 20 millió forint. Több mint 20 millió, és azóta tőlünk nagyon sokan kérdezik, és ígértük is, hogy majd, ha már van egyfajta összesítés, akkor beszámolunk. Több mint 20 millió forintot gyűjtöttek, ami drága hallgatóink. Így van, de és ez csak az anyagi része. Ezen felül ugye rengeteg program lehetőség és egyéb ilyen nem pénzbeli lehetőség is érkezett hozzánk, amit nagyon szépen köszönünk. Felajánlások a gyerekeknek, gondolom, nem? Így hogy van. Ide viszik őket, oda viszik, program lehetőségek, belépő koncertek, rendezvények. Így ugye? Van, így de van. Jó. Ezek mind jótékonysági események, aminek a bevételei fognak hozzánk érkezni, illetve hát lehetőségek programokon való részvétel. Ez a 20 millió forint kihúzott most a bajból benneteket? Igen, igen, ez nagy segítség volt. De jó. Mi volt a legkülönlegesebb felajánlás, ami érkezett? Nem a pénzügyi, de bár azt is mondhatod, hogy mekkora volt a legnagyobb összeg, amit egy embertől kaptatok, vagy egy cégtől, de az ilyen felajánlások közül mi volt a legkülönlegesebb? Hát ami tudomásom szerint a legnagyobb összeg volt, az ilyen 500 ezer forint, aha, amit én tudok, bár én nem látok bele nyilván ebbe a részletekbe. Ami különleges volt, és nekem nagyon tetszett, ez a motoros kisfiú, aminek a cikkét már ugye meg is jelenítettük ugye az oldalainkon. Hát Máté, hát ez nagyon ennivaló kisfiú, és ő személyesen hozta el nekünk a motorversenyen összeszedett 70 ezer forintnyi támogatást. Aztán, de helyes, igen, de helyes. Nagyon csomó lehetőség, ugye tűzijátéknézést ajánlottak, igen, egy budapesti hotel jó voltál, az egyik szobából, azért az is egy... Igen, igen, arra is készülünk már. Az is egy nagyon nagy dolog. Készül igen. A kislány, illetve hát a horgászversenytől kezdve az operettestig, bábjátékok, barlangász túra és minden egyéb érkezett na, hozzánk. Nagyon, nagyon, nagyon klassz. Köszönjük tényleg mindenkinek, aki ebben segített. Itt legalább a program lehetőségek legalább annyit számítanak egyébként, mint a pénzbeli segítség. Tehát igen, senki ne gondolja, az kevesebbnek. Az is nagyon nagy szó ám, hogy ezek a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy elmenjenek egy áhított programra, ahol még soha nem jártak, az is nagyon fontos. Na, de hagyjuk ezt, a lényeg, a Jani kérdése, milyen torta? Milyen íze van? Milyen íze van? Trüffel, csoki, puncs, pisztácia. Nagyon durva torta egyébként. Nagyon jól néz ki. Hatalmas. Nagyon sokan próbálkoztak már egyébként különböző édesipari szakemberek, hogy próbálják meg marcipánból a mi arcunkat megjeleníteni valamilyen tortán, és most azoknak, akik ezt a tortát csinálták, ez sikerült. De mit csináljunk ekkor a tortával? Tehát, hogy itt, ha mindenki eszik belőle két szeletet, akkor is megmarad a fele. Én ezektől mindig pont ezért félek egy picit, hogy hétfőn is itt lesz a fele. Nem. És itt hevernek majd körülötte cukormérgezéssel, vagy nyilva cukormérgezéssel. Nem félsz attól annyira. A kollégám. Berakod a kis szeletedet a hűtőbe. Ez is igaz, csak mivel az egész felzabálja. Berakod szépen a hűtőszekrőm, és rájársz egy hétig. Hát az íze az meglepetés lesz, ugyanis mi ezt rábíztuk a cukrászra. Uh-huh. Viszont ez az egyik legjobb nevű cukrászda Pécsett, a trüffel cukrászda, és ezt egyébként, mikor megtudták, hogy mit szeretnénk vele kezdeni, ők fel is ajánlották nekünk, mint adomány, úgyhogy ez egy Istenem, meglepetés csak volt ad, hogy ne trüffeles legyen, azt nem szeretem. Istenem, csak ad, hogy trüffeles legyen. Az a Jani kedvenc, bármi más, csak ne, az, abból egy kanála leszem, és vége van. Nem bírom sokat tenni. Tömény, krém a krémben, cukormászban krémmel. Tehát azt nem. Na, meglátjuk majd. Nagyon drágák vagytok, Barbarát csókoltatjuk, jó? Átadom. Mondd meg neki, hát és tényleg köszönjük szépen a hallgatóinknak. Így van. Egyébként az emlékről külön ki van emelve az, hogy mint egy 1500 hallgató csatlakozásával gyűlt össze ez a 20.089.804 forint. Tehát nyilván az lenne a jó, hogyha minden egyes hallgatónknak a feje rajta lenne. Kedves trüffelcukletből. Felvakobva a magaslapba, 1500 arcot kéne megformálni marcipánból. Szerezzétek be a képeket, igen. Évi, köszönjük szépen. Mi köszönjük a lehetőséget. Jó segítségetekre. Köszönjük szépen. Drágák vagytok, jó munkát nektek, köszönjük, ott az alapítványnál. Köszönjük szépen. Hármas ugrás, játsszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jó. Megbeszéljük. Jobb kell a tálca? Na nézd, elviszik a tálca. Figyelj, tudod, mekkora márvány lapom van. Vegyük le a tortát. Mire tegyük? A testemre? Együk meg Katán a gyártásvezető helyettesen. Hát... Már a játék van, csak... Nem egy rossz ötlet, de... Vetköztessük messzel erre, tegyük rá a tortát, és együk le róla. Uh-huh. Az picit több kalória. Nem, legyen Norbi. Norbi? Együk le Norbiról. Jó, a tortát. Le Norbiról. Jó, gyere Norbi! Gyere Norbi, feküdj a torta alá. Így van, tangára. Norbi, vedd fel a tangádat, és lehetszük róla a tortát. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia, Moncsi. Szia. Sziasztok. Mit csinálsz?
pihenek. Tényleg? Hmm. De jó neked. Komolyan. Igen. Na, az éjszakát? Nyári szünet. Ja, nyári szünet. Nyári szünet, úgyhogy most nagyon kihasználom. Hmm. Pedagógus vagy? Nem, diát. Talált. Nem, pedagógus. Hogy ráéreztél, Jani? Mit tanítasz? Angol? Hogy ráéreztél, Bali? Nektek már van 2 pontotok. Igen. Játszani akarsz? Szeretnék, igen, megpróbálom. 2-1 Jani. Figyelj, és meddig van szüneted? A 21-én már dolgozunk. Ja, de akkor még nincsenek diákok. Hát akkor még nincsenek, de munka azért az van. Csak mit csináltok? Bementek? After parties. De mi egy hétig mit beszélgettek ott a tanáriban? Neki kell festeni valakinek, kevés a lóvé. Takarítás. Takarítás, festés? Volt már olyan is, igen, takarítás. Egy nagy felújítás után volt takarítás. De örömmel csináltuk, mert végül is jó a csapat. Hol tartasz? Vagy kiket tanítasz? Hát széles a korosztály, 12-től 18 éves korig. Hmm. Az jó. Milyenek a kérdések, Jani? Egy pedagógusnak? Nem egyiket tudni fogja. Gyilkos. Jól van, oké, na menjünk, jó? Igen. Így szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Melyik ország egyik városa Bilbao? Utaztam már sokat, de itt még nem jártam. Spanyolország. Így van. Így van. Így van. Hát egy tanárnak azért a második, ez lehet nehéz. Állj meg. Mert hogy nincs sok köze a tanári szakmához. Csak mondom, állj meg. Nem. Én mindig szoktam tovább rögdösni az embereket, de most... Igen, kíváncsi vagy, menjünk? Kíváncsi vagyok, igen, menjünk. Jól van. Itt szól a második kérdés dedikált egéralátétért. Melyik afroamerikai színész alakította már... alakított már Jedi Mestert is a filmvásznon? Star Wars. Az. Samuel Jackson. Így van! Mace Windu. Nem. Hogy? Mace Windu alias Samuel L. Jackson. Nem Samuel L. Jackson alias Mace Windu. Tegye föl a kezét, aki nem értette, hogy Mace Windu-nak hívták a filmmászat. Ez a másik, amitől megörülök, hogy rosszul használják az aliaszt. Nem, én jól használtam. Nem, mert te azt mondtad Samuel L. Jackson alias Mace Windu. Nem, én arra gondoltam, hogy Samuel L. Jackson olyan szinten alakított a filmmászon, hogy onnantól kezdve elszámolva ő Mace Windu-vá vált, és nem pedig Samuel L. Jackson-e. Tehát a Samuel L. Jackson az csak másodlagossá vált a Mace Windu mellett. Aha. Ennyi. De az... Jó, kijött belőle. Na, ebből nagyon-nagyon-nagyon kijött. Igen, igen. Pontos, Jani. Igen. Menő. Szokták mondani, Horváth János alias Pepe. Így van. De hogy ez pont, tehát ez pont fordítva kell. Minden. Ebbe tökéletesen igazad van. De az a jelenet emlékeztek rá, amikor a Jedi tanácsban ültek bent, tárgyaltak, és akkor kintről csengetést hallottak, és akkor Yoda megkérdezte a Windut. Mész, Windu? Na, mi legyen a harmadik kérdése? Moncsi, felejtsd el ezt a kis közjátékot itt közöttünk. Hát, ezt nem biztos, hogy tudni fogod. Nem testhez álló. Az mit jelent? Milyen? Esetleg a témák? Figyelj, hogyha angol testnevelés szakos tanár lennél, akkor lehet, hogy... Ó, Jézus, akkor ez sport. Bár mondjuk attól függ, milyen sport. Mert imádom a sportot, de van, ami ez közöm nincs. Na, labdajáték. Akkor fogadjunk foci. Na jó, hát most már elég. Na. Mi a játék neve? Hármas ugrás? Döntsetek, hogy mi legyen, mert... Azt nem vállalom be. Na miért nem? Mert nem értek hozzá, sajnos. Na jó, bevállalom. Ez a beszél. Ez az, nem a részben. Ez a beszél. Úristen, úristen. Te akartad. Ha dedikált óráért, így szól a harmadik kérdés. Melyik élvonalbeli magyar labdarúgó klub címerében látható egy szárnyas kerék? De szép kérdés. Ez ember. Szárnyas kerék, így van. Ezen labdarúgó klubon kívül kevesen tudják ezt. Hát, ez nagyon kell ismerni azért a focit, meg szeretni, meg szóval, hogy ez... Tengely vonalban van azon a keréken, egy-egy szán két oldalról. Ja, hogy tengely ja, van! Értitek, mert mindenki tudja. Ez a jelkép a klubnak a múltjára utal egyébként. Fogalmam sincs. Mondj valamit. Egyébként még beletrafálhatsz. Simán beletrafálhatsz. Egy magyar labdarúgó klubot kell mondani, és mondjuk segítek, ez nem a Fradi. Igen. Vasas. Nem. Az van a Fradi előtt. Igen. DVSC. Mert hogy vasutas klub. Volt egykor.
a vasúthoz volt köthető. És ezért még mind a mai napig, ugye a tradíciónak az ápolása miatt szerepel a címerükben, szerepel volt egy ilyen kezdeményezés, hogy kikerüljön már, hogy már nincsen ilyen egyértelmű kapcsolat, de aztán hála Istennek. Jó, van, hagyjuk ezt. Na, ja, mindegy, nem is érdekesebb, csak a Debreceniet érdekli. Egyedül. Bumozunk egyet, jó? Mennek az ajándékcsomagok, tiki, taki. Bum. Hogy? Bum. Hát ez maga volt a lemondás. Az én olvasatokban ez a boom, ez a köszönöm, mindegy, nem is kell annyira az a csomag, sziasztok, jó étvégét. Hát pedig igen, az volt. Ez egy ilyen boom. Már a játékért megérte, ne vicceljetek. El se indult a boom szoftver az első. Figyelj, ha én ilyen boomokat tudnék csak produkálni, elválna a feleségem. Nem, nem hittél ebben, Moncsi. Igazából. Ugye? De hittem. Nem hittem, igazad van. Ezt olvastam ki most ebből. Nem, én egy abszolút pozitív és optimista ember vagyok. Igen? Igen. Győzködted saját magadat, Móni? Jó van, nem baj, figyelj, beszéltünk, az a lényeg, nézd a jó oldalát. Ugye? Így van, én ennek nagyon örülök, feldobta a napomat. Na, örülünk, vigyázz magadra, Moncsi, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Hello, hello. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. 9 óra múlt 2 perccel. Jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 4:10 van pontosan, jó reggelt kívánunk mindenkinek. M1-es 86-os kilométer a hídról, Mérnek Győr irányába simi küldte nekünk. Az M7-esen aktuális lehet este felé Vörös István megvár a Balaton című száma. Vörös Pisti. Mekkora, nagyon jó. Körös Ladány belterületén sötétkék kombi Fábiából Mérnek egy kapu beállóból. Ezt Balika küldte nekünk, valamint Trafi a Gyömrői úton. A Felső Csatári útnál. Csini rendőrlány, de drága. A Gyömrői úton, a Balástól közelébe, értitek, ugye? Horgászás mikor lesz? Takami Szakari. Igen? Ő küldte nekünk. Azt hittem, hogy Oszaka mellett 2 kilométerrel. Ez a válaszom. Takami Szakari. Mikor lesz horgászás? Ez jó, hogy lesz a hétvégén. Hát igen, még nem volt. Tegnap bringázni voltunk. Lehet, hogy ma megyünk, vagy holnap egy ilyen családos horgásztó látogatás a zseppecával, felszerelkezve Snecivel. És mire? Rácpontra, Pisztrángra, Kecsegére? Bojlisra. Csak a Bojlisra megyünk. Úgyhogy... De felavatjátok. A zseppecát? Uh-huh. De csak legyen egy olyan idő, amikor 3 órán keresztül nem esik az eső összefüggően. És ez a 3 óra az nem délelőtt 1, meg délután 2 valamikor, hanem úgy egybefüggően 3 órát nem esik az eső. Most például 7-től 10-ig nem esett. Most nem. Szerintem a délután vagy hétvégén elmegyünk valamelyik közeli horgásztóra. Kiírtam egy csomót, amit küldtek a Morning Show hallgatók, úgyhogy megvagyok. Balástó benne van? Egy ilyen 15 darab tó az, amit így kiírtam, úgyhogy lesz hova menni. De nekem azt mondtad, hogy ásadsz egyet pénteken. Tavak 2-es pont, így írtam fel. Barinató, Maléptó, Visegrád pisztrángozás, Naplástó, Tárnoki halastó, Péceli magántó és Bajkártó. És az Oltántó egyek. Tehát azért a magántónál legyen valami gyanús, tehát hogy az valaki, érted? Vagy, magán ki akarna egy gyereket abban megakadályozni, hogy kiteljesedjen. Hát csak nem. Ezek nem magántavak, állítólag ezeken lehet. Uh-huh. Megvesztek egy napi egyet, te csak kísérőjegyet veszel, hát én te nem foghatsz. Hát én nem. Te csak szákolhatsz. Én fogom a szákot, és alárendelem magam a gyermek újabb hóbortjának. Ez a dolga a szülőknek, nem? Majd rájössz a 4. óra végén, majd rájössz, hogy mi a dolga. Állni rabszolgaként és nézni, hogy a gyermek kiteljesedik. Hát ezért szülő a szülő, aha, hogy ezt végignézze. Jó, de tartsd alacsonyan a gyereknek az inger küszöbét, ne mesélj arról, hogy állítólag például kézigránáttal is lehet horgász. Mert hogy a Benit ismerő valószínűleg ráfűz az izgalmasabb variációra. A zseppeca? Na, hagyjál már. Hát szerzel nekem tenyás kránát. Az első 1 órában megtanítom gerebézni. Bararád, jobbarád, bararád. Abba beleakad néhány hal, utána jön a dinamita. Gerebézni. Hát a gerebézés az ez. Hát figyelj. Na, azért azt gondolod, hogy azt gondolod, hogy azért nem értek hozzá picit ehhez is. Gerebéze, hát ez totál szabálytalan. Nyilván Dunavarsányi bányatavakban mi azért ezt gyerekként elég sokat csináltunk.
balra, jobbra, balra, jobbra, uh-huh. valami csak beleakad. De miért nem csináltok kerítőhálóval? Viki egy csónakba, te egy másik csónakba, és akkor így lehalászátok. láttam most a rákhalászokkal, most rákattantam a dokun egy filmre, amit már százszor megnéztem, mikor egy folytatásos sorozat arról, hogy dolgoznak a rákhalászok. Ti láttatok abból igen, valaha egyetlen igen, egy részt sokat. Is? Én láttam. Én láttam. Nem hiszed de nem el. Értem egyébként az egészet. Nem hiszed el. Meg hogy... minden rész ugyanolyan. Húzd be, Michel! Borulázzon, széloldalája! Körülbelül ez történik. Elúszott a szezon! Na ez. Körülbelül ez történik. A negyedik rész, amit végignézek, úgyhogy nem bírok elkapcsolni. Emberek állnak egy hajón, a nulla fokos vízben, ilyen esőkabátokban ordítva, éppen most a csapda kidobásnál tartok, néhány hajó már felvett egyébként a csapdát, néha sok a rák, néha nagyon kevés a rák. Az valami ember mindenki feletik. Aggódik a szezon miatt. Mindenki aggódik a szezon miatt. A kapitány ül bent, ő a király, diktál mindenkinek, tiszta jég minden, mennek ilyen 8-10 méteres hullámok közepette, ha üres a ketrec, mindenki a saját szezonját látja elúszni, ha sok a ketrec, akkor azokat be kell gyűjteni, néha a ketrec leszakad, néha föl kell mászni a ketrec szetére levágni. A nejlont, amiből leborítják. Figyelj, embertelen munka. Embertelen három munka. Részenként valaki a balesetért, természetesen. Most éppen, üzemszerűen. Igen, üzemszerűen ott tartok, hogy valaki beesett a vízbe, éppen nem találják, keresték 10 perc, olyan 2 percet van leírják, hogy a jeges vízbe hiába vízhatlan a ruhát, körülbelül mennyi idő alatt fagysz meg. És segítséget kérnek a körülöttük szintén halászló hajóktól, akik egyébként 60-80 nekik... mérföldre vannak, és végig hallgatják. Akik ugyanezekkel küzdködnek egyébként, igen. És ugyanez a bajuk. Élő rádióadáson keresztül minden hajó végig hallgatja a kapitány, hogy éppen most hal meg az a halász, akit nem tudnak ott kiszedni. Ha meg tudják jelölni, az a technika, hogyha beesik valaki, gyorsan szólnak ember a vízben, be kell dobni egy bóját. Aha. Gyorsan bedobják a bóját. Legalább, hogy tudják, hogy hol kell dobni majd a koszorút. Hogy hol esett be, de olyan nagyok a hullámok, és annyira hullámzik, hogy effektíve nem látják az embert, és egy 10-15 perc után feladják a keresést, és mennek tovább. És csak egy hajó van a közelben, a Kárpátia. Igen. És akkor mutatják a halászokat, akik így bemennek újra a kabinba, isznak ilyen kis teácskát, megemlékeznek az emberről, aki beesett, uh-huh. a nevét tudják, éppen akkor sorsolták össze őket egy közös hajóra, de menni kell tovább, mert ha ez egyébként hatással rájuk, akkor vége a szezonnak. Igen. Van összesen mondjuk egy hetük, hogy az egész szezon meglegyen, és hihetetlen. Elsiratják az embert, aztán kimerik és észreveszik, hogy egy oldalhálón fennakadt oldal. Ott leszígyják, megverik, igen. És bedobják a közösbe. És ha a kapitány rosszul dönt, vagy rossz helyre navigálja a hajót, akkor 10 embernek elmegy a szezonja. És mutatják az arcokat, akik ugye már a negyedik ilyen, nem tudom, ketrec felhúzása után jönnek rá, hogy ebben a szezonban semmit nem fognak keresni, tök üres. Ezek a rákok lent anyáznak a tengerfenéken, bedobják a csapdákat, kint hagyják, és akkor pár óra vagy pár nap múlva ezeket begyűjtik. Figyelj, embertelen meló. Nagyon kemény. Embertelen meló. Vágogatod a rothadó halakat, ugye kell belőle. Berakod a csalit. Berakod a csalit, igen. És mondd ezt, úgy állnak ott ilyen 8 méteres hullámukban a 2 fokos víznél, mint ha tényleg, és így nyilatkoznak vidáman a kamerába, közben valaki ott hátul éppen elesik, ledönti a víz. Nem bírok róla lejönni, most ezt nézem. Ezeket a Tóth Gábor se tudnál lebeszélni a májról. Mert imádják. De azon gondolok, azt még nem mondták, hogy ez melyik rák. Mert hogy ezt nem tudom, hogy te ezt egyébként itt, akár Budapesten, olyan tisztelettel fogom menni, ha esetleg egyszer egy ilyenbe beleszaladok, hogy így fölnézek, eszemére gondolok, mormolok. Sírva ezek. Én nem tudtam, hogy tudtam, mert láttam már egy-két részt ilyen, hogy ebben ekkora meló van, de ez valamilyen spécirák, nem tudom, kékpáncélú, vagy ez nem tudom milyen alaszkai, vagy nem tudom milyen rák. Én még ilyennel nem találkoztam. De valami embertelen meló. És miért csak embertelen. Ilyenkor lehet fogni a ennek ez a szezon, ekkor vándorolnak, és ekkor vannak ott, aha. vagy ekkor szaporodnak. Tehát van egy szezon, illetve nyilván van tilalom is, tehát hogy nem horgászhatod, vagy halászhatod őket bármikor, mert kihalna a populáció. Tehát szaporodás után aha. X idővel te le tudod őket halászni, aztán egy évig hagyni kell, hogy a populáció az újra. Hát kitermelje azt a mennyiséget. És jó időkben ők nem mennek. Nem, csak akkor nincs benne adrenalin, Feri. Ez olyan, mint hogy a Dunán akarnál raftingolni. Világos. Érted, minek? Amik akkor mennek, amikor veszély van. Így már nyáron is halászták, de akkor tök uncsi. Bedobják a ketreceket, aki húzzák, érted, és leszakad, mert annyi van benne. Abból nem lehet filmet csinálni. De egyébként megnézel ebbe a két ma mondjuk a tárnoki tónál én nagyon vidáman fogok üldögélni a kis vödrömön, várom, hogy Benny végre kifogjon valamit, és mindig a rákhalászokra fogok gondolni, hogy ez még lehetne. Lehetne sokkal durvább. Én ha választhatnék a kettő közül, teljesen egyértelmű, hogy zsákán herélnék foggal. Ugye, hogy mint juhász. Elbúcsúzol így a szerelmettől, a családtól, kihajózol 2 hónapra, abból mondjuk 2 hónapra, nem mennek 2-3 hetet, és 1 hét alatt eldől, hogy van-e szezon, vagy nincs. Vagy keresel 10 000 dollárt, vagy nem keresel. Döbbenet. 2 hónapon visszajöttök, és ráadásul az első tiszt lesz az élettársad. Mire visszaérsz? Azon gondolkoztam, hogy
az embernek mennyire természetes az, hogy megfog különböző dolgokat, például megfogod ezt a telefont. Fogalmad nincs, hogy Kínában egyébként hány 14 éves a kicsi apró kezével teszi össze ezt három műszakban, rémdrámákat hallani, hogy például az iPhone az hol szereltet, meg kik dolgoznak. Vagy fölveszed azt a kabátot, vagy belebújsz abba a cipőben, vagy megeszed azt a rákot, és az ember már nem is tudja egyébként, hogy hány ember hány órányi munkája, szenvedése van a mögött, amit te a kezedbe fogasz, mert a világ legtermészetesebb dolga, nem? Ha csak nézzük tényleg ezt az iPhone-t, amit itt megfog az ember. Hogy, hát ebben talán nem halnak hogy, hát konkrétan három havonta ugrik ki valaki, így egyébként a 40. emeletről, de amit most már úgy csinálják, hogy olyan helyeken laknak azok, akik Kínában szerelik az iPhone-okat, hogy rácsos az ablak, hogy ne tudjál öngyilkosnálni, mert rájöttek, hogy akkora az öngyilkossági a számos statisztika alapján már nem jó, meg kiugrálnak, mert nem bírják azokat a körülményeket. És akkor berácsozták. Tehát ez berácsozták az ablakokat. Igen, és hogy fogod a telefont, szereted, nézegeted, és közben egyébként meg hány ember tette bele abba az órát, a kezét, a munkáját, az energiáját, nem is akármilyen körülmények között. Vagy például tényleg beülsz a vacsorázni, és elszel egy rákot, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne. És megnézel egy ilyet, és elgondolkozol, hogy tudod, hogy így... Amikor ezeket fogták, ott maradt valaki? Igen. Ugye, hogy és ez már természetes, vagy tényleg egy cipő, vagy egy gyerekcipő, vagy mit tudom én, egy kabát. Tök durva egyébként. És így gyártják ezeket az almás Nokiákat. A Galaxikat egyébként heti 5 napban, 6 órás munkahét, kafetéria. Aha, na azért ráfirtatnék. Figyelj, nekem az iPhone-a kapcsolatban nincsenek illúzió, mint a láttam azt a dokumentumfilmet, hogy ezek hogy készülnek. Tehát a kiábrándító volt valójában szerencsétlenek, igen, de azért megnézném a kis Samsungékat, hogy ők mit csinálnak. Nincsenek illúziói. Nem? Hogy ez mennyire természetes. És közben tényleg nem tudod, hogy mire az elér hozzád a másik oldalon. Egyébként mi van? Ez érdemes lenne. Menjetek rákászni akkor a Benivel. Arra pont készen vagyunk. Tegnap de itt, 10-től 11-ig így ültem. De itt van ja, valahol, persze. Hova menjek rákászni? Ahova nincs szerintem egy darab sem. Igen. Na, mondhatom, hogy mondani akarsz valamint. Kínáról érkezett egy hír, ha már erről beszélgettünk. A kínai rendőrség egy nagyszerű módszert eszelt ki arra vonatkozólag büntetésileg, hogy amikor te reflektorral mész az országúton, és a szemébe világítasz a kínai állampolgárnak, aki szembe jön, a rendőrség ezt észleli, megállít téged, és megbüntet. És ugye itt az van, hogy vagy le van írva, hogy ők resszük be, hogy ez mit tudom én, 300 akármicsoda, vagy pedig van egy alternatív módszer. Következő a helyzet, megállítják a polgárt. Kedves Chiang, ön itt elment reflektorral éjszaka. 30 lumennel hátlépte. Figyelj, és akkor a következő történik, a rendőrségi mikrobuszból előveszik a stokit, a kis széket, leültetik a polgárt az út szélére, szembeállnak vele a rendőrségi kisbusszal, fölkapcsolják a reflektort. Zseniális. És 20 percig, hát ez nagyon jó. 20 percig bele kell nézned a reflektorba, és közben melletted áll a rendőre, és mondja, hogy azok az állampolgárok, akik önnel szemben jöttek, azok ugyanezt tapasztalták vezetés közben. Szemet szemért. Na, igen. Zseniális. Az összes magyar a ködlámpát rosszul használó, amikor beülök az autóba, minden gombot megnyomok, ami világít, abból baj nem lehet típusú embert is leültetném ezekre a stokikra. Attól meg tudok őrülni például, aki ködlámpázik, úgyhogy nincs köd. Az nagyon jó. Leül és ködlámpa. Leül és 20 percig bele kell nézzél, és ott áll melletted a rendőr, nézi az arcodat, hogy nyitva van-e a szemed, hova 20 perc nézel. Kicsit erősám azért, mondjuk egy méterről egy reflektor van, és de picit a szemizmaid azért picit megfáradnak. Képzeld, ha hazamész így, egy ilyen büntetés után, és megkérdezi, úristen, mi van vele? Árpa? Nem, a ködlámpám, fel volt kapcsolva a ködlámpám, és utána megbüntette. Na, de várjál, a büntetés után a csávó visszaül a kocsijába, és hazavezet. Úgyhogy 20 percig reflektoroztak a szemébe. Szerinted mit lát? Semmit. A kínaiak nem viccelnek. Nem. De tök jó alternatív módszer, mert ezt még tényleg megjegyzem. Ez a melyik kezed volt kategória? Paf. Nem? Hát a közlekedésben azért lehetne, tehát lenne alternatíva, hogy kiket lehetne így előszedni, nem? Hogy milyen büntetése lehetne ítélni kiket. Azért a közlekedésben mindenkit idegesít néhány autóval haladó, biciklisként haladó, motorosként haladó, hát mindenkinek ki lehetne találni a saját büntetését azért. Van egy pár dolog. Na, index nélkül kanyarodó, úgyhogy téged megzavar ezzel, annak mit adsz? Az index nélkül kanyarodónak? Hát, de jó. Szerintem fel kéne úgy gipszelni a karját, egy mit tudom én, egy ilyen egy hétre, hogy kifele mutat jobbra. Jó, értem. Jobbra nem indexet, jobbra és akkor egy hétig. Csak jobbra kanyarodsz.
Kérdezi meg, hogy nem lehet, hogy ezt már nagyon régen csinálják, és ezért hunyorognak a kínaiak? Ja, igen, csinkászunk a szemét. Hogy ez hosszú-hosszú évtizedeken egy már, és tulajdonképpen ezért van. Tehát, hogy kiraknád a kezét jobbra, alátámasztanád. Igen, alátámasztam, és akkor egy hétig azzal a kézzel gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak indexel. És találkoznál emberekkel, különböző jelekkel, jelrendszerekkel ellátva, és tudnád, hogy ő lopott, ő nem indexelt, ő úgy ment bele a körforgalomba, hogy mit tudom én, nem adott elsőbséget, nem? Ő urológus is fájdalmat okozott. Igen, tehát hogy mindenkinek meg lenne a saját jele, hogy éppen mit követett mindenki el. Mindenki a saját bűncselekménynek megfelelően kapná meg a büntetését. Igen, azonosítható lennél. Ez jó. Aki például nem megy le a külső sávba, csak a belső sávba halad, egyszerűen nem tudja, hogy milyen jobbra tart, és képtelen kimenni. Vagy versenyzik veled, amikor megpróbálod leelőzni. Annyi ilyen kategória van, nem? Hát például, amíg Székesfehérvártól Budapestig az M7-es három sávos, aki középen megy, annak nullás géppel egy középső csíkot így belenyírni a hajába. Az még nem fáj, de látod, hogy ő mit csinált. Érted? Tehát két oldalt megmaradna a haj, középen menő. Nézd, aki a középen menő. Ennyi. Nem ismeri a jobbra tartozat. Át kéne, ahogy hívják ott, a limitált példányszámban megjelenő és vásárolható Merga kabriót, azt felváltaná mondjuk egy hétre a sok előzgetés miatt, meg a sok Suzuki alázás miatt egy kis Suzuki Alto 1.0-as verzióból. Tessék, egy hétig járjál ezzel. Fiat Multiplával. Ne bánj, az egy aranyos autó. Nem, ne bánj, kérlek. Léci, legyen multipla. Ne bánj. Azt úgy imádom. Az igen, a Numi mágnesesreknek az egy nagy érvágás lenne. Hétvégén megállnak, tudod. Funkítani a sztereó előtt. Hello, lányok, na húzzanyi. Nagy zenével. Nagy zene, 16-os alufelni fiat multipla. Tehát azon kabriósokat ítélni, de erre, akik nem tudják méltósággal viselni, hogy kabriójuk van, és tehát, hogy úgy kihívóan viselkednek? Kihívóan viselkednek, így van. Feltűnően kabrióznak? Alázzák a kis autósokat, és nagyon funkítanak. Akkor ők kapjanak szépen egy ilyen. Egyébként a gyerekek, a kabriósok alapjában normálisak. Igen. De most ezt komolyan mondom, nekem több típusú... Kiszállni a garázsba az autó. Nem, a kabriósokkal van egy ilyen előítélet, hogy tehát a kabriósa már sok magyar úgy néz ki, na a kabriós. De hogy én ritkán látom egyébként a kabriósokat, azon kívül, hogy jó a kocsi, meg jó nő ül benne. Meg jó a pali benne. Tehát nem egy ilyen közlekedésben bunkó módon résztvevő típus a kabriós egyébként, egészen fura módon. Mert az egy ilyen nyugis. Letekered, az süt a nap. Hát én 50-es jól öltözött urak, sokszor igen, fiatal kis mátkával üldögélnek, hát, van olyan kabriós, de hogy van más autótípus, aki sokkal több mindent csinál úgy, ahogy nem kellene, mint a kabriós. Egészen nyugodtan közlekedik. Beülsz egy ilyen autóba, jó, nem mindenki, nyilván én nem, de hogyha beülsz egy ilyen kabrióba, akkor azért így funkításra csábít. Én például láttam már a Ferit vezetni. Egész más vagyok, ha le van húzva. Figyelj, de ha láttál már olyan embert, aki ránézel, és azt mondod, hogy öcsém, ez az élet császára. Ő a király, nem tudom, ki volt az az Elvis, de ez az ember az. Nem. Szerintem a kábrió az az autótípus, amire Magyarország még nagyon nincs kész. Egyszerűen azt érzed, hogy utálod. Így van. Aki biztos, hogy gyűlölöd. Nem tudom, kimész Kaliforniába, Los Angeles, minden második autókábrió föl sem tűnik. Tényleg meleg vagy, jó, főleg így, mindenki így, leveszi. Főleg 6 napot esik. Igen, de hogy itt valaki lekapja a tetőt, egyből utálod. Miért nem izzad? Hogy ül mellette egy olyan? Miért van így ilyen jól fölöltözve? Tehát a kabriósokkal szemben, átnézel, most ülsz a hatoson, és átnézel, hogy ott áll a pirosság kabrió, vagy gyűlölöd. Meg akarod ölni. Tehát, hogy még az ország mentalitás. Én például gondolkoztam nagyon sokat, hogy egyszer kipróbálnám 3 hónapra, de én nem akarom azokat a tekinteteket átélni. Hát figyelj, én nem tapasztaltam még, tök érdekes. Nagyon másik egy Alfa Cabrióra kiír egy. Hát akkor ezt kell venni, azt akkor nincs baj, látod? Figyelj! Ez most nem erre a Cabrió típusról. Ez van, gyerekek, ez nem volt drága, érted? Most ül a hatoson, átnéz, hát jó van, jó, lassan, én legalább odaér. Most még megy, de utolérlek a Calvinon, utolérlek. Nézd meg, én előbb mondtam. Leszek a Móricon, mint te. A olasz autót ne vegye, az elsőtől elrohadt a teteje. Nem tudom, most én ül egy C70-ben, egy Volvo kábrióban, egy 50 éves ember, egy helyes nővel. Nem kedveled. Szóval az az alapattitűd Magyarországon, hogy nem ismerem, nem tudom milyen ember, lehet, hogy jó ember, lehet inkább nem jó, inkább paraszt, miből szedte, inkább csalt, na rohadjon meg. Ja. Nem? Na, hát igen, ez van. Nem is feltételezzük egyébként, meg sokszor egy kábrió nem annyival drágább, csak üzen valamit neked, hogy laza vagy, funky vagy, jól érzed magad, és ezt nem szeretjük elviselni.
Nekem egy igazi kabriós ismerősöm van, nála mindig könyörögni szoktam, hogy ne csukja le a tetőt, mert biztos, hogy a felénél beszorul, és utána nem tudunk sem erre menni. De tényleg ez egy ilyen, egy francia automárkáról van szó, és amikor... 206-os, 307-es, mi? Igen, ah. igen, és akkor lenyitom a tetőt. Nem, rohadt életbe! És a felénél... és megakad? Hát ú, de kellem, és akkor, és akkor gyakorlatilag nem légterül, hanem szélfogóvá válik, ugye? És akkor így... És így fölállva marad pont? Igen, de csukodik össze, így, és akkor már így félig már harmad, és így marad. Jó, hát tudod, hogy mindig mondom, hogy a franciák nem tudnak más csak zabálni, meg bujálkodni. Tehát, ugye, tehát ők azért az autóépítésben szerintem komoly hiányosságot szenvedtek el így az elmúlt 40-50 évben, tehát azért aki a francia autóra esküszik... Nem, ők túl előre mutatóak, azzal az a baj. A beakadt kábrióval. Bocsát, ott van a Citroen DS, az volt az első olyan, aminek kanyarkövető fényszórója volt. Uh-huh. Amivel Fantomas járt. És direkt. Tessék. És ráadásul terve. Nem lehet, hogy csak rosszul rögzítették, és a bal kanyarba beesett balra, a jobb kanyarba beesett jobbra? Tehát hogy nem egy hibás rögzítés miatt volt az kanyarkövető? Igen, ez volt az Citroen csinálta először. Akkor az az autó, amit ilyen most nagyon sok pénzt fizetsz, mert föl lehet emelni, meg le lehet engedni, az a Citroen BX volt. Igen, nem, a Peugeotnak van a kupé, amit én régen a 407-es, ez egy nagyon szép kupé szerintem, én ezt régen nagyon szerettem. Hát, ez nagyon szép kupé. Akkor enni, bujálkodni és rajzolni. És kupét tudnak. Építeni, igen, de nem, az például az egy szép kupé, de mit tudom én, ülsz egy, mit tudom én, egy SL Merci kábrióban, hát, na, a lakosság nagy része az, nem kedve. Az igaz. Nem? Beülsz egy, az a fura, és azért érdekesek az előítéletek, mert kicsit ismeri az autókat, beülsz egy SL kábrióba, egy régi SL kábrióba, azt megveszed 4 millió forintért. Beülsz egy Skoda Superb-be, ami mondjuk 12 millió forint, és a azt senki. Utálják, aki az SL kábrióba ül, hogy nézd meg, összelopta, összecsalta. És lehet, hogy a kocsi még 4,5 millió forint annyiba kerül, mint egy, mit tudom, egy S80-as Volvo. De rohadjon meg, rohadjál meg, mert kábriódban. Nem? És meddig mentetek be akadt tetővel? Ez az, hogy sem eddig. Ja, meg is le is robbantatok? Ja, persze, tehát ez az egésznek a lényeg, igazából onnantól kezdtem, hogy nem mész sehova. Érted? Akkor marad ez a megoldás. Gyere, segítsél már, mert nem tudom visszatolni a tokba, a rohadt. Gyere, és állnak, tudod, és mindezt és nyilván egy busz megállóban, vagy egy villamos megállóban. Igen. És jó, sokan fánkítanak azért kábrióban ugyanakkor, igen. Tehát... Annyira ciki. Annyira de ha normálisan mész vele, azt is cikinek tartod? Tehát magát a kábrió műfaj? Tehát ha valaki nem, egyébként jól öltözötten ül mellette mondjuk egy nő, aki akár a feleség, és teljesen normális, ha haladnak a forgalomban, nincs napszemek, hangosan bömbölő zene, semmi vízi, hatalmas szilikon, tehát semmi, csak normálisan megy. Arra is úgy nézel, hogy kicsit ciki a kábrió? Tehát ilyen jaj, de kellemetlen? Nem, én egyszer éreztem, nem, mert a felében már éreztem magam menőnek, de ez egyértelmű, az ő kisugárzás volt. Bekerültem az aurájába, és akkor én is menővé váltam. A kábrió aurába? Igen, meg volt egy másik alkalom, amikor egy ilyen amerikaiba ültem egy hatalmas Cadillacbe, egy Charlie klipnek a forgatásában vettem részt, és szerepeltem is benne, egy stoppoló srácot alakítottam, akit a Charlie felvesz. Az a baj, hogy marha nehéz megtalálni, de meg kellett, nem, de hogy nem vágtok ki, benne vagyok egyébként. Kivágtok mi? Felvesz, és ráadásul egy gitáros zenész voltam. Kemény tokos, hogy nem is tudom, hogy mi volt, talán egy Fendert hozott magával a Charlie, és ráadásul úgy is kellett csinálnom, mintha játszanék rajta. Na most képzeljétek el, a Jani egy kábrióban úgy csinál, mintha gitároznak. Na ez most én nem is akarom megnézni, mert én úgy akarlak megőrizni erre a hétvégére, hogy megismertem. De jó, de menő vagyok benne. Nem akarok egy ilyen kábriózó Janit nézni, hogy úgy csinál, mint aki gitározik. Ezt nagyon, de megkeresem nagyon nem majd a klipet megmutató, és nem fogod megtalálni, Feri. Nem, mert a Charlie eltüntette. Miattam. De hogy ne. Leszedették, eltüntették, igen. Nagyon régi sztori. Én nem vagyok ennyire diszkriminatív. Minden M rendszámost utálok. Ugye az M az most az M, tehát az az új autó. Minden M rendszámot. Új autód van, rohadj meg. Igen, dögölj meg. Na jól van. 9:30 múlt, pontosan 7 perccel jövünk mindjárt. Jó, egy pici szünet, és aztán itt vagyunk a nap legjobb pillanataiban. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva hello mindenkinek. Jó reggelt, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Ugye korán reggel szóba jött egy egyetemi juhászképzés, ami már önmagában nagyon érdekes, ez indul ugye Magyarországon, mindjárt 3 egyetem is elindítja.
A szakemberek szerint erre többek között azért van szükség, mert az országban dolgozó kb. 5-6 ezer juhász tudása elmarad a mai kor követelményeitől. És hát próbáltuk kitalálni egyrészt, hogy mit tanítanak majd ezen a juhász egyetemen, vagy a juhász képzésen, illetve beszélgettünk Jánossal, aki egy zsáka juhász, és elmondta ezen szakma a rejtelmeit, nagyon sok érdekességet tudtunk meg tőle. Például a foggal herélésről. De egyébként azért azt a kérdést tegyük már föl, hogy ha ezek a juhászok ilyen utóképzésben vesznek részt, addig ki fogja majd a nyájat őrizni, ha ez most indul? Hát ez az. Ott fognak majd kolbászolni, hogyha de egy jobbról, balra, balról, jobbra? Szana szétszaladnak addig, igen. És Jani, hát média történelmet írt, mert hogy felbukkant a TV2 mokkájában. Ugyanis megláttuk, hogy a kereskedelmi csatorna reggeli műsora itt forgat a Fradi pályán, az új vénás beengedő rendszert próbálgatták. És Jani kitalálta, hogy mikor, ha nem most. Így van. Szerepeljen ebben a műsorban, kiszaladt ide a Fradi pálya elé, és megpróbálta saját magát becsempészni a mokkába. Először csak egy tükröződésben bukkant fel, aztán hát... Hát remélem, hogy semmilyen apró betűs részt nem szektem meg a szerződésemben, azzal, hogy átigazoltam egy pillanatra a TV2-höz, de én nagyon örülök neki. Ezt is be fogom írni a referenciámba. 2014, mokka. Mokka. 13 másodperc. De hogy is, másfél másodperc. Igen. De sikerült egyébként a merénylet, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Ha téged most visszahívnának az iskolapadba, hogy üljbe új dolgokat tanulni, mennél? Dolgok, amit meg kell tanuljon egy juhász, az gyakorlat. Nézzük az első órát, tessék. Furujázás. Tudsz furujázni? Nem igazán, sőt, a szoborozni se. Második óra, birkák herélése foggal megy. Simán. Tényleg? Ezt többen írják nekünk SMS-be, hogy ez van, aki tényleg így csinálja, ír egy hallgató, hogy az ő apja konkrétan foggal herélte a birkákat. És ugyanúgy, mint a sertésnél, hogy minél hamarabb, annál könnyebb kiherélni, mert azok az inak idegek, amik tartják magát a herét, azok könnyebben elválnak olyan. És egyszer ráharapsz a herére és letéped? Így van. Nem, kihúzom neki tövestől, mert vannak ilyen gyökerek, amik tapadnak. Ugye? De vagány! De vagány! Én ezt is felírom a bakancs listámra. De várj, hogy neked csinálják meg, vagy hogy te csinálj. Én már öreg vagyok ahhoz, hogy nekem csinálják. Nagyon gyerekek, most ide egy birkát, ki akarok egyet herélni foggal? Komolyan mondom, ha valaki tízig behoz egyet, én kiherélem. Ja, bárány, jó, igen. Én az egyik, még a tyúka is, a liba is egyformát. Balázsnak jó lesz egy rohadt nagy kos is. Rohadt városi vagyok. Figyelj! Nem biztos, hogy egy rohadt nagy kosnak a heréi beférnének a szádba. Egyébként, ugye? De rágós vagy, szemetek vagytok, jó palira vettem meg. Jobban fejlődik. Ugye azokat a hormonokat, a férfi nemi hormont utána a herék ugye nem termelik, ezáltal jobban növekszik. Az szokott lenni az ürű. Na most régen azt sok minden, 3-4-4-et csináltak egy falkába, és azt meghatták, azzal vezették a nyájat. A juhokat nem piszkálták, csak az ürüt, azt irányították. Az hozzá volt szokva az emberhez, össze voltak kötve, és akkor a juhász szólt nekik, hogy hüelőre, ürüre, és a kutya is csak azokat forgatta, és vezették a nyájat. De hosszú. Ilyen problémák voltak, hogy esetleg tűzeset, az ürit át lehetett vezetni azon is. És úgy mentek utána, ugye. Akkor kaptak ők csengőt, kolompot, és azok vezették a nyájat. De jó, miket nem tud az ember, nagyon érdekes. A vezérűrű kifejezés. Ő ment a vezérűrű, és amerre ment, arra ment, arra mentek a többiek. A kis pumiaitok is kapnak majd külön képzést, K9-esé felfejlesztik őket? Hát az a helyzet, hogy 100 kutyából egy lesz, ami jó lesz. Beltenyészet, túltenyésztés, minél szebb legyen, itt nálam nem számít. Nekem nincs is pulim, mert mudival operálok, ez bevált. Figyelj, milyen a hangot ad egy birka, amikor herélik? Hát kapják fel egyet. Csináld már meg élőben most. Nekem most még apácáim vannak. Ezt erről majd nem akarok tudni. De ez nagyon jól hangzik. Legyen a te magánügyed. Hol lehet így élni, zsákán? Így van. Ez is fönt van a Jani bakancs listáján. Ezt is felírtam. Igen, ezt nem mond a rádióba. Ez legyen a te magánügyed. Hagyjuk a magánéletedet. Azt jelenti, hogy öcsivek fiatal korban nem akkor ízetik be, amikor első ciklusban, hanem várnak rá egy évet, és akkor jobban kifejlődik az anyajú állománynak való, és akkor most lettek ízetve először, úgyhogy ezekkel rengeteg probléma lesz, a jövő hónap 8-ától kell, hogy eljenek.
Na, de jó. Tessék, naptár is van hozzá. Hát azon gondolkozom, hogy egy ilyen egyetemi juhász kérdés, hogy tényleg mit tudnak tanítani, hát mindent tudnak. Ha mondjuk, hát mondjuk az neked segítség lenne, ha például ilyen számítógépes farkas figyelő applikáció, applikáció lenne. Hát nem igazán, mert az úgy, hogy mert mondjam, én szinte itt a legfontosabb a birkánál az az egészségi állapot, a lába. Semmi más. Mert ugye legeltetünk, azzal szedi össze. Ha nem tud menni, ott vége van a történet. Ez mondjuk, ezzel vagyunk még így páran. Van még egy menne mondna a juhászokkal kapcsolatban, nem tudom megkérdezni. Az csak a magashegyi. Hát tudom. Magashegyi juhászok, hosszú időn. Tényleg előre felhajtják az állatokat, és sokkal nem látják az asszonyt. Hosszú időn keresztül nem jönnek le a hegyekből, és magányosak, hogy ez ebből... Ez nem működik, állatkínzás. Így van. Jónak, jó, nekem jó, csak az állatnak fáj. Kinek a pap, kinek a pap, mi? Kiszaladt, hogy beintegessen nekünk. De ilyen boldogságot nem láttatok még a Jani arcán. Tehát a kitelepülés, amikor sokan vagytok, és mindenkinek adott ajándékot, az közel sincs ilyen, az az izgalom, láttad? Hadd szaladjak ki, hadd szaladjál! Most lenne tökös belerohanni, mert most ott állnak a kapu előtt, ugye, és viszonylag szűk a képkivágás, tehát itt beintegetné, na az a nagyon jó. De ez, ehhez puha. Mert ez az igazi bátorság. Jó, most az operatőr elég most lefordult a kamera a kapuról, és most tudna beleszaladni, mert hogy a többi kaput mutatják, de most visszafordult. Vagy ha oda menne, és megpróbálná beszkennelni a vénáját. Igen, és valaki nyilatkozik a TV2 riporterének a vénaszkennerről, bedugja a kezét. Mi vicces lenne, most valami bekapná a kezét, és elkezdeni rángatni. A Lacit már láttam egy tükröződésből. Ott van! Ott van! Ott volt a Jani egy tükröződésben. Csak nem mer oda menni. Jó lenne. Na várj, ezt megvárjuk. Mutatták a vénaszkennert közelről, és fekete a széle a vénaszkennernek, és a tükröződésből látszott a Jani, hogy ott áll. Figyelj, lefordult a kamera. Visszatudnak-e élni akár, vagy vissza lehet-e fejteni ezeket az adatokat, és az ott esetben vissza lehet-e ezzel élni? Maguk a biometrikus ablak nem visszafejthetőek. Igen, ide nyilatkoznak. Na most szaladj be, Jani, most nagy képkivágás van, most beférnél. Ott menj, állj, be kéne állni a sorba. Vagy lehet, a másikat kipróbálni. Lehet, hogy a riporter belefordul még a kamerába, és mondja, hogy hát én Fradi pálya, amit a szó a stúdiói, köszönjük szépen, ott még akkor látszódhat a Jani. Na most távolít a kamera közben, most tudna belesétálni, most egy nagyon nagy totál van, ide beférne. Ott van! Ennyire hülyet, bocsánat! Gyerekek, bejött a Jani, és ugye a dupla örömi jelet bemutatta. Beleszaladt. Ott volt. Ott volt, elkezdett távolodni a kamera a beléptető rendszertől, és egy nagyobb totába Jani belemetbe, föltette mind a két hüvelykujját, mutatott egy oké jelet, és kiszaladt a képből. Ilyen kis öröm elég az embernek, mi? Te, figyelj, ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak. Ott voltál, ott nagyon voltál. Jó volt. Vátor vagy. Szerepeltem a TV2-n. Nagyon jó. Ez nem szerződés szegény. De, ezt akartam mondani, hogy ezért is az RTL letilt. Azt hittem, hogy a nagyon szűkbe belemászol, de az már nagy bátorság. A szegény technikus ezt nem tudott szólni, tehát nem tudott jelezni a riporternek, vagy a kollégájának, hogy a hátul állt valami vevőrendszerrel, és nagyon vigyorogtunk ott, szerintem már sejtette, hogy valami lesz. Nagyon jól néztél ki. Ott a Jani, de bolond, imádom, írja valaki. Ugye láttak régen. Nagyon jó. Életemben először szerepeltem a TV2-n. Milyen érzés? Hihetetlen. Minden csatornát megjártam már jó formán. De kár, hogy nem együtt mentünk, mert lassú voltam. Meg is vagyok. Átszaladok a tévéken. Basszus, tényleg. Az lett volna. Mire kapcsoltam már ki Rwandát. Az mekkora lett volna. Kéz a kézbe átszaladunk. Mi lett? Gondolcul. Szerződés szegény szerepet. Vagy kánkánozunk. Kicsit bánt, hogy te is egyébként az ördög nyúrin nyomdokaiba léptél, tehát hogy ilyen teljesen váratlan. Igen, teljesen furán. Nem szóltál a Kolosinak az RTL-nek, és csak így átigazoltál, azért ez kicsit bánt. Igen. Jani, 11-re gyere az irodámba, Kolosi. Morning Show. A Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Jött egy SMS, az öltönyös csávó vagyok a reggeli Fradi közvetítésből. Miattatok kihortam egy szívinfarktus két lábon. Hello, Csabi. Jó reggelt, szevasztok. Innen másképp látszott a Jani akciója. Na, ne megkérdezzünk. Ő volt az, aki nyilatkozott? Kinyilatkozott, tudjuk? Hát gondolom, hogy biztonsági szolgált főnök lehetett, vagy aki csinálta ezt a rendszert, az is lehet. Aha.
Mert ugye ez egy magyar fejlesztés. Igen, ja, maga a vénaszkenner. A vénaszkenner. Péter, hello Balázs, morning show. Itt vagy? Itt vagyok, itt vagyok. Hello, te írtad az SMS nekünk? Igen. Tényleg te voltál itt a Fradi pályán? Igen. Mire gondoltál, hogy mit akar a Jani? Én azt láttam csak, hogy egy furcsán mozgó, fehér pólós úriember hirtelen befut a képbe hátra hozzám, és valamit mutogat valamit. És nem esett le, hogy csak azt hitted, hogy valami nem valami aktivista, vagy valaki, aki itt valami hát, szabotázs akciót akar a Fradi pályával kapcsolatban? Nekem az jutott eszembe, mert én csak a szemem sarkában láttam, nem ismertem föl. Én csak azt látom, hogy egy fehér pólós úriember valamit mutogat a kamerában. Igen. Tényleg egyetlen dolgot bánok, amit az egyik kedves hallgatók írt, hogy nem kiáltottam el magam, hogy csak a kis Pest! Hát mert ugye szűkebb környezetemhez hűségesnek kell lennem. Igen. Picit leizzadtál, nem? Hát elég. De azt láttam, hogy folyamatosan nyilatkozol, tehát hogy nem álltál meg. Én mondjuk nem láttam, hogy te nézed ott közben. Nagyon flottul nyomtad az interjút közben. Nem vagyok egy gyakorlott nyilatkozó, de hát ezt a szöveget már párszor sikerült elmondanom. Aha. Ez vitt előrébb, mert amúgy eddig én megállt a szívem egy pár másik. Péter, nem akartuk rátozni a frázt, nem, ne haragudj. Nem, nem. Ja nem. Majd semmiképpen. Meg nagyon spontán ötlet volt, hogyha igazából rá tudtunk volna készülni, akkor szereztem volna egy ilyen Airsoft AK-47-est, meg egy konyharuhát a fejemre. és úgy rohadtunk volna, de nem, nem ez volt a célunk, természetesen, csak egy kicsit trollkodtunk. Igen. Semmi baj, csak túl spontán volt nekem most. Igen, szegényként, de a nyilatkozat jó volt, ha hallgattuk itt, azt jól letoltad. Péter, köszi, vigyázz magadra. Ciao, hello. Szegény, képzeld, hogy eleve nem vagy profi nyilatkozó, és látod, hogy egy fehér pólós félbolond, ugye azt gondolod, hogy egy félőrült, hogy robbant, ölni akar, mit akar bemutatni, hogy zászlót akar elővenni a kamerában, mi lesz azon a felirat, ez az életveszély. Mi a pöcs? Élőadást. Igen, kapják-e? Mert egyébként, amikor kim voltunk, Lacival azért felmértük a terepet, hogy ki lehet ránk nézve veszélyes ilyen biztonsági szempontot, ki az, aki leteperhet, ki az, aki, hogy hívják, beleránthatja a fejemet az új biztonsági berengedő. Hát, na, itt van neked a vénaszken. Kis kacsa. Igen, ez szép lett volna. Aj, de kár, hogy nem mentem együtt. Ha, ú, de szerettem volna. Igen, reggel volt, még nem indultam. Szegény srác, aki az operatőr mögött volt. Na, ő volt aztán totál kiszolgáltatott helyzetben volt, mert a stábból ő volt az egyetlen, aki észlelt minket, viszont ő mit tehetett volna? Ez semmit, hogy technikusként semmi. Volna a hátát az adjál operatőrnek, hogy figyelni kell. Mi van? Kifordult volna oldalt. A technikus nem nagyon tud mit csinálni. Csabi, hello! Újra. Jó reggelt, kár, hogy erről lemaradtam. TV-ben is benne volt? Hogyne, hát ez volt a lényeg. Hát ez volt a lényeg, ugye, hogy úgy megy át itt, hogy közben élő adásban van a reggeli műsorban, és láttuk, hogy bekapcsolva volt a tévé, és néztük, Jani átszaladt kézzel. Persze, hát figyelj, ma ezt online elég sokan visszanézik, úgyhogy... Akkor én is. Ott van a fotó. Itt van, a Facebookon természetesen fenn van a maga, kor dokumentum. Maga a képbelépés pillanata, ahogy képhatárról megérkezel és belelépsz a képbe. Gyönyörű okéjjel. Ezek a legjobbak. A teljesen öncélú, és igazából semmi értelme, de vicces, én ezeket szeretem a legjobban. Ugye? Hát most ez, aki ezt nem érti. Csabikám, ja, hívjuk a naphallgatóját még előtte. Figyeljetek, a torta embertelen finom. Tényleg? Nagyon jó csoki torta. Pedig neked nehéz azért jót adni, tehát hát, meglehetősen kritikus vagy. Meg most amúgy is feszült vagyok a büntetés befizetésre. Hello! Lehalkított picit a rádiót? Lehalkítottam. Nem írtad alá? Kocsit vezetek éppen. Akkor úgy kérdezem, hogy hogy hívnak? Nelly vagyok. Nelly? Igen. Hello Nelly! Na, csak arra gondolom, hogy nem láttam, azért nem tudtalak megszólítani. Vicceket általában nem szoktunk, vagy viccírokat nem szoktunk naphallgatójának választani, de SMS-ed nagyon helyes, ugye elég hosszan a cabrio autókról beszélgetünk, cabrio áll a piros lámpánál, hajléktalan odamegy, mi fedél nélküliek tartunk. Teljesen jó. Igen, szerettük, úgyhogy ezzel te vagy a naphallgatója, Nelly. Köszönöm szépen, nagyon jó. Hol hallgatsz minket helyileg? M3-as autópálya, Egerfele. Egerfele. Hétvégi kirándulás? Nem, még munka, az majd délután megyünk Balatonra. Egerből? Nem. Hírencsáza. Az már ott majd Budapestről. Ja, az egy szép túra.
szép túra lesz. Nelly, köszi, örülünk, ha lány a nap hallgatója, mert ritkán szokott lenni, ezt mindig elmondom, úgyhogy küldjünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, jó? Nagyon szépen, köszönöm, és kellemes hétvéget nektek is. Neked is, köszi. Ciao. Hello, sziasztok. Csabikám, hát mit hallok? Koncert van? Abaházi koncert van ma este? Abaházi grup? Ráadásul nem látom én az internetet, azért én figyelem ám. Jaj, de jó vagy. Ráadásul nem is ma, hanem holnap. Na, igaz, ugye? Hogy ma indul a 11. Tolcsvai Borfesztivál, és mi erre meghívást kaptunk. Tényleg? Mert van a Vajtó Laci, akit nem biztos, hogy ti ismertek, de a Feri biztos. Uh-huh. Mert azon a környéken nincs más speaker, csak a Vajtó Laci. És ő hívott meg, tehát ő a környékbeli menedzserünk, tudod, minden környéknek, minden egyes ilyen megyének megvan a saját embere, Vajtó Laci azt a környéket lefette, és ő hívott meg minket, hogy elmegyünk Tolcsvára. Lesz egy koncert, milyen kár, hogy a Best of 2-t játsszuk a hétvégén, na mindegy. De és ti hol játszotok? Kérlek szépen, ma Komáromban az Amerikai Autók Fesztiválján, vasárnap pedig mezőtúron, hagyjad, nem érdekes. De hát az ma meg vasárnap, kettő között szombaton, viszont a Vázi Grup Tolcsván. Látod, ha még velünk lennél, most három koncertet tudnám megcsinálni. Péntek hát én ma még ráérek. Gyere. Kell egy kicsit egyedül is. Néha meg kell. Meg kell villani. Ki kellett lépned. Mennyi meket mutatni. Kell egy kicsit frontemberkedni egyedül. Hát minden énekes álma, hogy előbb-utóbb egy saját zenekara legyen. Ez jó, jó. Hogy... Nekem megvan kettő is. A mi újság, remek zenéid lesznek? Remek zenéket hozok, és úgy döntöttem, hogy nem teszem fel többet de, a kérdést. Melyik kérdést? Letettem, kész. A kép aláírás? Nem kell. Kész van. Kész van. Nem mondod, de hogy készen van. Kész van a képek. Értem, hogy megint megkérdezed. Jogos? De nem mondom, most már nem is kérdezem. Jogos, hogy megkérdeznéd, de nem kérdezed, de készül. Abszolút. Hétvégén kész lesz, jó? Már nem is érdekel. Dehogy nem. Várod te azt. Majd ha kész lesz, úgy is szólsz. Jó. Na, Lilywood and the Prick. Ők egy duó, Jézusom. És csatlakozott hozzájuk a Robin Schulz, mint DJ, és készített egy nagyon jó remixet a Prayer and See című dalukból. És erre nagyon-nagyon rákaptak most a hallgatók. Vannak olyan dalok, amelyeket nehezebben fogadnak, mert többször kell hallaniuk, hogy rájöjjenek, hogy ez mennyire jó. Ezt viszont egyből megették. Igen. Nagyon szeretik. Igen. Megzabáltak. Mert jó. És akkor most trióként lépnek már föl, hogy egy duó, meg egy DJ vagy? Hát a DJ nem nagyon megy velük. Nem jár. Valószínűleg ez csak így a klubokban. Aha. Ők viszont duóként járják a nagyvilágot. Valószínűleg csatlakozik hozzájuk még néhány zenész azért, aha, tehát nem csak ketten mennek egy akusztikus gitárral és egy énekkel, azok az idők már lejártak. Zenekarral működnek. Lilywood and the Prick. Na, meghallgatjuk. Jó. Mi a recept? Lecsó szezon van, még mindig, vagy már megint, mert most már ugye olcsó a paradicsom meg a paprika. Egy csomó mindig azt mondják, hogy de hogy az önmagában nem étel a lecsó, ezt mondjuk a lecsó rajongók kikérik maguknak. Mert én szeretem. Én is nagyon szeretem. De mindig szokták azt mondani, hogy jaj, de nincs hozzá hús meg minden, úgyhogy most egy ilyen egylábasos kaját csináltam, hogy nem kell külön 500 féle edényt előszedni, hanem egy csirkét tudsz sütni, úgyhogy közben a lecsó is elkészül alatta. Hmm. Úgyhogy ez egy ilyen kis extrás plusz extrás történet. A Facebookon László már elhelyezte a receptet, úgyhogy ott van mindenki. Irány mindenki a piacra, összeszedni a jó friss zöldségeket, és akkor abból meg tud csinálni. Kis csirke kell hozzá, és akkor így a apuka is befoghatja a szelet, mert húst is ehet. De kolbász akkor nincs benne? Hát ott tehetsz rá. Várjál, akkor ne tedd még föl, Laci, föltesz. Igen, rámontírozunk néhány karikát. Az mindig van úgyis nálam. Ez jól hangzik. Gyerekek, Fradi Chelsea meccs. Megtettük a tétjeinket? Fölírtuk? Meg. Fel? Mi a tét? Rögzítettük. Mi a tét? Ha valaki eltalálja az eredményt. Ugye a hallgatók közül, ha valaki eltalálja, ajándékcsomagot kap, legyen ezt megbeszéltük. Legyen néhány belépő. Azt mondtad. Chelsea. Mit? Egyet kérhet a... Nem, azt mondtad, hogy a másik kettő reggelit hoz a győztesnek. Nem csavarunk ezen egyet. De. Ez olyan tök jó, de hogy most itt tényleg... De akkor mi választhatjuk azt a reggelit? Tehát, hogy azt csinálsz nekünk, Feri, meg... De most egyszerre ketten nem tudtok nyerni, csak szólok, mert két különböző eredményt mondtatok. Tehát egy embernek fog a másik kettő reggelit csinálni, legalábbis a Balázs ezt mondta. Ezt te mondtad, hogy ez a tét. Ezt nem mondtad, ezt a reggelit. Ez gyenge. Jó, szerintünk is, csak mi nem mertünk szólni neked. Ugye, hogy ez most csinálsz egy reggelit, hát... Pénz lesz, én tudom. Már látom. Játékpénzbe fogtok fogadni. Na, kitaláljuk. Igen, valami kedvencemet csináltatom meg a Ferivel. Te mit mondtál? Mennyit mondtál? Azt mondtam, hogy 2-4. 2-4-et mondott. 2-4. Ugye, 2-t rúg a Fradi, nagyon optimista voltál. Te 5-0-át mondtál, azt hiszem, a Chelsea-nek. Na, azt én viszont, mondtam, azt már eltaktikáztam, az nem jó. Igen. Egyet biztos be fognak engedni. Feri pedig 3-at a Rapid Winnek. és 2-t a Grasshoppersnek. Igen, itt van Bali 1-5, Jani 2-4, Feri 1-3. Én egyet betenyésztettem. Aha.
Jó. Na mi legyen? Nem, ne, kitaláljuk. Ne. Ne. Na, mikor hát, majd, amikor már megvan az eredmény? Meccs, mikor? Hát amely hétfőn megnézzük, ha van találat, akkor elkezdjük kidolgozni, hogy mit kérhet az az egy. Aha. És ha senki találunk, nem találja hát, akkor sem, akkor nincs semmi. Tehát most úgy akarunk kitalálni, hogy még nem biztos, hogy érdemes. Na jó, de nyilván mást fogsz kitalálni, ha te nyered, mint hogyha én. Hát nem, nem az a lényeg, hanem aki megnyeri, a másik kettőtől kérhet valamit. Jó. Uh-huh. Tehát ez az alapfelvetés, és aki betalált. És azt hétfőn kitaláljuk, hogy akkor milyen keretek között mit kérhet, aha, értitek? Jó. Rajtad még gondolkodom, a Ferivel valami kedvencemet csináltatok meg, mert tudom, hogy nagyon jó dalban és prószában. Tejberizs és mesztelen lovaglás. Tejberizs, mesztelen lovaglás, képaláírás, igen. Csabi, én a kívánság műsorral 555-55-00 a telefonszáma. Mindenkinek nagyon szép hétvégét, jövünk hétfőn. Szevasztok! Sziasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show.